Rán keresztül. Vegyen mindenki nagy leve. Bombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegyen mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bor. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt ez a Bombagyár közösségi blográdió 41. adása a nyári szünet után. Újabb zenészeink vannak most itt velünk, Sziva Balázs, a Romantikus Erőszak és a Hungarika képviseletében. Sziasztok, jó estét mindenkinek! És itt van Funkadeli is, hogy megígérte. Csimeni Kőházi Ferencnek is jó lesz, köszönöm szépen, sziasztok! Tomcat? Aki nem zenél. Én pedig blogin vagyok. Úgy tűnik, hogy Fekete Páku után ugye más zenészeket is bemutathatunk, ami azért... Azért vannak jók. Igen. Szomorú hírrel kezdjük így nyár után. Augusztus 7-én motorbalesetben meghalt egy gyárlakunk, Nagy Róbert, aki a Bombagyáron Don Rob néven írt. Augusztus 20-án lett volna 30 éves. Elkészült a Bombagyár DVD. Hát ez egy kicsit vidámabb hír, valóban. Az első 40, illetve ugye 37 adásunk, mert ugye három volt, ami nem sikerült különféle adathordozós hibák miatt, az került föl rá MP3 formátumba, illetve a Bombagyár Blog Televíziónak a legjobban sikerült riportjai. Így például Fekete Pákutól a Hollán Erdő utcán keresztül az illegális technopartig, és majd még valószínűleg lesz egy második DVD is, körülbelül egy évre mostantól, amikor megint lesz majd 40 kiírható adásunk. Halleluja! A nyár eseményeit összefoglaljuk pár szóban, hogyha azt egyáltalán lehet pár szóban. Igazából akkor ez kötetlen beszélgetés formájában meg is lehet. Na várj egy pillanatot, mert én ezt műsorterven kívül van itt a kezembe egy levél, amit ma kaptam meg. Ugye ezt tudják a kedves hallgatók, aki még nem itt el az eszét a nagy nyári bulik közepén, hogy mi elkezdtünk gyűjteni még ősszel egy emléktáblára, amit a Lánchídon állítanánk föl. Ugye egy 1919-ben történt gyilkosság miatt, amikor a kommunisták ott két embert, Hollán Sándort és a fiát, ifjabb Hollán Sándort ott belelőtték a Dunába, ezzel megalapozva egy nagyon szép hagyományt, amit ugye később állítólag a magyarok csináltak velük, de ezt most hagyjuk. Úgy néz ki, hogy ez a tábla ez elkészül, legalábbis a gyűjtés az elég sikerre járt, pedig 270 ezer forint jött be, ami nem csak a táblára, de az avatási ünnepségnek a mindenféle szép külsőségére, koszorúra, ilyesmire is nagyon jó elég lesz. Egyetlen dologra vár már a dolog. Arra, hogy engedélyt kapjunk a tanács részéről. Na most, aki figyelte a Bombagyárat, az láthatta, hogy volt egy levél a fővárosi önkormányzattól, melyben arról értesítettek, hogy megkezdte a, nem tudom, milyen kulturális bizottság ennek a táblának a tárgyalását, mármint, hogy kapjunk engedélyt, és most itt van a kezemben egy levél, amit most így föl is bontok. Ez is a fővárosi önkormányzattól jött, és nézzük, hogy mit írnak benne. Egyetlen lap az egész. Tisztelt Tamás úr! A Lánchídra emléktábla visszaállítása a tárgyában benyújtott kérelme alapján arról tájékoztatom, hogy ügyosztályunk a szükséges egyeztetéseket a főpolgármesteri hivatal kulturális ügyosztályával lefolytatta. Az egyeztetés alapján azt kérjük, hogy a tábla elhelyezésére vonatkozóan a fővárosi közterületfenntartó ZRT, mint a hídkezelője véleményét, valamint a kulturális örökségvédelmi hivatal szakhatósági hozzájárulását, mivel a Lánchíd a világörökség része, beszerezni szíveskedjen. Az emléktábla szövegre vonatkozóan az MTA Történelemtudományi Intézete szakvéleményét kell beszereznie. Fenti szakvélemények csatolásával kérheti a fővárosi önkormányzat, mint tulajdonos döntését. A tervezett emléktábla képzőművészeti alkotást nem tartalmaz, ezért a Budapest Galéria Művészeti Bíráló Bizottságának állásfoglalását beszereznie nem szükséges. Na hát csak ennyi minden kell hozzá. Tök jó. Elképzelem, hogy van egy ilyen művészeti bizottság, most milyen a mai művészet, ugye, Antartetekunsz, és ők ott ülnek, és eldöntik azt, hogy szépe, amit te rajzoltál. Hát most ezt nem kell eldönteniük pont. Hát most kivételesen nem, ez a szerencsé. De ez az a szép ebben, hogy én már az elején fordultam az MTA-nak ennek a történelmi, mit tudom én, milyen bizottságához, hogy tesók, én úgy hallottam, hogy ez kell engedély, tényleg kell, és azt mondták, hogy nem, kurvára nem kell, ad be az önkormányzathoz, azt jó van. Na hát akkor most erre visszatérünk ezek szerint, de a lényeg, hogy legalább mozog a hivatal, és csak lesz ebből valami. Jó. Mondjuk az olimpia. Annak is vége. Jó, volt olimpia, mit szóltok hozzá? Akkor kezdem én. Hát, ugye ez volt a, talán nem is tudom, egyszer volt ilyen olimpia, amikor ilyen gyászosan szerepelt a magyar csapat eddig a sporttörténelemben. Az is talán még az első világháború után, ha jól emlékszem. Én az egyről tudok, amikor ennél kevesebb érmünk volt. Akkor egy aranyérmünk volt összesen. Na, talán szerintem az lehet. Na mindegy, hát remélhetőleg, ugye mint minden ebben az országban, ez is változni fog, mert abban bízom, emlékszem, hogy
olvastam valahol, hogy még 54-ben, mikor a magyar labdarúgó válogatott, hogy elvesztette azt a bizonyos világbajnoki döntőt, akkor utána az avargások törtek ki Budapesten, ami ugye hát azért még egy elég kemény 50-es évek diktatórikus rendszerében, ez nem volt gyakori, és sokan ezt 56 előszelének tartották, hát ugye most zavargások azért nem törtek ki, azért mert itt szerepeltünk az olimpián, de hát reméljük, hogy ez is majd valaminek az előszere lesz, ez a gyászos szereplés, hogy láthatjuk, hogy sajnos a nemzeti öntudat már itt van, hogy ez sem nagyon érdekli, hogy az embereket nem nagyon hatotta meg a közvéleményt. Hát alapvetően az egész olimpia arról szól, hogy ki dopingol jobban. Ugye még a magyar sportolók azok, akik a hagyományos módszert követik, hogy tényleg gyúrjunk rá, és akkor majd gyorsabban fogunk evezni. Hát ez egy elég nagy hozzáállás, hogy úgy mondjam manapság, mert hát tényleg nem erről szól. Ugye gondoljuk például Michael Phelpsre. Ugye jól olvasgattam, hogy például az ő izmai az fele annyi tejsavat termelnek, mint a normális emberé. Hát persze ez normális, tehát ő így született. Na jó, de hát azért az olimpia azért már elég régóta a laboratóriumoknak a harca, tehát azt Ha gondolj bele, hát 60 éve futott ennyit, akkor, és az volt a csúcs, és most már kétszer-háromszor annyit futnak, hát az annyival nem lett erősebb az ember. Azzal mindenképp ki kell egészíteni, hogy tiszta szívás az egész. Mert én tudom rólad, hogy te egy amerikai figura vagy, mögötted van olyan költségvetés, hogy sír mindenki, és tele vagy mindenféle kokszal, és akkor nekem is kezdenem kell magammal valamit, mert ahogy a jóisten megteremtett, úgy nem tudok labdába rugni egyszerűen, tehát képtelenség. Tehát ezt szögezzük le, hogy kivétel nélkül mindenki kokszol, ez tényszerű szerintem. Itt arról van szó, hogy ki milyen kokszokhoz tud hozzájutni. És Magyarországon ugye az én véleményem erről a dologról az csupán annyi, hogy én három darab olyan figurát ismerek, aki most kim volt az olimpián Magyarország színeiben, és gyakorlatilag arról van szó, hogy ez a három ember azért, mert ők idézőjelesen élsportolók, tehát ők olyan szinten vannak materiálisan megbecsülve a társadalom részéről, hogy egy-egy ilyen közép vagy jobban szituált főiskolás gyerek egy hétre vagy két hétre több pénzt kap a főiskolai bulikra otthonról, mint amennyit ők kapnak egy hónapra azért, hogy abból éljenek, és abból legyen lakásuk, meg legyen kajájuk, meg ilyesmi, meg abból sportoljanak, meg vegyenek cuccot, meg sporteszközöket, és ezek, és ez ennél a három embernél, akit ismerek, ott két-három hónapja késett az olimpia előtt még ez a juttatás is. Tehát érted, a nagymamától hozták a kaját, meg az anyjuktól, meg ilyesmi, és hát... Ez nem véletlen egyébként, tehát ez eléggé megnehezíti az olimpiai felkészülést, és ugye nyilván ott a hivatalban ezt tudják is, és egy olimpia előtt ugye ilyenek nem szabadna megtörténni, ezért gondolom én azt most amellett, hogy nem menjünk bele nagyon ebbe a témába, ugye, de hát akkor ennek valamilyen módon szándékoltnak kell lenni. Ez bizony megrontja az olimpikonok felkészülési erejét. Enyhén szólva. És ennek ez kinek az érdeke? Na mindegy. Ugye. Ez élsportról annyit egyébként, hogy most így be is jelentették nagy büszkén, tehát ez eredmény azért kormányunknak, hogy ilyet csináltak tényleg. Ugye azt közölték, hogy nem kell megijedni ettől az eredménytől, mert most került a helyére a magyar élsport, mert mi ennyit tudunk. Mi túl teljesítettünk, nem tudom hány évig. Ez a liberális szólam most éppen. Túlhajtottuk az embereket, de most már nyugi, most már ez így jó nekünk. Hát anyátok az. Ez így nyilván ennyi szóval fura, ahogy te mondod, de én ettől függetlenül azt gondolom, hogy van egy harmadik mondat is, hogy ahhoz képest, ahogy a valójában áll ennek a matériuma, hogy ez támogatva van ez a dolog, tehát ahhoz képest mi gyakorlatilag jól teljesítettünk. Persze, a teljesítés szerintem megvolt, csak ettől függetlenül maradhatott is volna, és egyébként most amellett én nem szeretném el vitatni a sportolók érdemeit, nem is lehet, de az tény, ugye mindannyian valamilyen szerhez kell, hogy nyúljanak ahhoz, hogy ilyen emberfeletti teljesítmény nyújthassanak. Emellett viszont ugye az is tény, hogy ugye hogy ez napi többszöri edzéssel jár, gyakorlatilag egy életvitel, és nem is egészséges. Tehát ilyen szinten már a sport bizony örökre nyomot fog hagyni a szervezetünkben. Hát arról nem beszélve, hogy bocsánat, hogy ugye ők 30-35-40 éves koruk után kell, hogy kezdjenek valamit az életükkel. Igen, tehát, hogy már kiöregednek, úgyhogy nem egy egyszerű élet, és végül is Magyarországnak hozzák az érmet, tehát ez is biztos. Amellett viszont a mostani olimpia a megrendezési helye miatt nem vagyok benne biztos, hogy megfelelt arra, hogy ezen képviseltesse magát Magyarország. Ugye mondjuk, ha mi mondtuk volna, hogy nem megyünk, ugye hát az nem lett volna túl sok, de azért engem megnyugtatott volna egy kicsit. Egyetlen ország nem mondta, hogy nem megy.
Igen, hát tudom. Ez a durva. Tudom, tehát mindenki is, hogy jaj, Tibet, így Tibet, hogy de le van szarva, sportoljunk. Pedig ezzel az megy tönkre, ami az olimpia, és amiért indult az olimpia, amiről persze már szó nincs nagyon régóta, ezt mindannyian tudjuk, de hát igen, milyen de érdekes. Benne van ez, bocsánat, tiéd a szó. Ja, bocs, szóval igazából arra akartam csak kitenni, hogy itt ez a sok hülye golyóérett szarproli, aki azon vinnyogtak, mikor jött ez a Tibet téma, tibetiek nem véletlenül kezdtek ott úgy hát lényegben kinyiratni magukat, hogyha úgy tetszik az olimpia előtt, mert hogy vegyék már észre őket. És akkor sok barom az nem azt mondta, hogy hát de bazd meg, tényleg itt ilyenek vannak. Jó, oké, hát ez nem szép, de mennyi pénzt töltek az olimpiában, nem szabad elvenni a sportolóktól a szórakozásukat, meg anyád az. Én egy kicsit megint egy picit más szemszögből, hogy szinte látom magam előtt amúgy ezeket a már-már ilyen hollywoodi filmbe illő jeleneteket, ahogy magyarázza egy-egy edző a sportolónak, akit ő felkészít évek óta, és egész életében erre készült tulajdonképpen, hogy hát fiam vagy lányom, most emiatt te nem hagyhatod ki ezt a dolgot, és hát ezt így mérlegelni, hogy akkor most ennek tényleg mi legyen az eredménye, az rettentő nehéz, mert tulajdonképpen, hogyha valaki azt mondta volna, akár a magyar csapatból is, hogy gyerekek, hát mindenki nagyon jól tudja, hogy halomra lövöldözitek ott a tibetieket, meg hogy ti mit műveltek, meg amúgy nem csak a tibetiekkel egyáltalán, és én ebben nem veszek részt, hát senkit nem érdekelt volna. Jó van, maradsz otthon, az kész. Ez egyik, a másik, ugye azt is látnék, hogy ugye hát a 4 évente történő lehetőség, az nem az, hogy 4 évente, hogyha most nem megyek, majd megyek a következőre, így hanem van, ez olyan, hogy van. Valószínűleg többet nem fogsz menni, de emellett mondom, hogy látom, meg tény, nehéz helyzet, de emellett én nem örültem a részvételünknek, nem örültem. Örültem az aranyoknak, de nem hát ki követtem, annak, aki tudja, mert, Kína mit csinál. Mert ez az egész, ez undorító volt. Nehéz, hát a sportolója a legnehezebb, de hát éppen ezért nem a sportolónak kellett volna dönteni, hanem a vezetőségnek. Igazából a sportolókról még annyit, hogy ugye ezek az élsportolók, amit az előbb beszéltetek, hogy a 30-as években még ennyit futott a legagyontápoltabb futógép Nigger is, most meg már ugye a kis kínai lefutja, hát most erről nekem az jut eszembe, hogy az emberiség, ez egy tudott dolog, tehát megkérdeztetek bármilyen orvost, ugye a nyugati civilizációban az átlag embernek a fizikai színvonala, az erőlét, az folyamatosan csökken. De ez olyan szintű, hogy például a 60-as évek végén a NATO-nak csökkentenie kellett a katonákkal szembe támasztott fizikai követelményeket. Tehát kisebb távokat futnak azóta, meg mindenben nem bírták, mert ez szintetikus ételek, amiket zabálunk, már akkor is elég sokat ettünk, azok ide jutatják a nyugati embert. Na most ehhez képest az olimpikonjaink viszont 10-szer annyit futnak, mint akkor, hát hogy van ez? Hát gyakorlatilag visszaértünk a kör végére, a kopszokhoz, illetve igen, az elejére. Egyébként van egy csomó sztori, amit így küldözgettek be az olimpiáról nekünk, azok is, akik ott voltak, volt ilyen gyárlakunk, meg az is, aki ismer olimpikonokat, mert még ilyen is van. A kedvencem az az, mikor még a repülőgépen kifelé menet történt. Tudni, hogy az olimpikonoknak a drága államunk, gondolom a spórolás jegyébe, nem fizette ki a repülőjegyet, hanem maguknak vették meg, hogy hát öcsi, akar sportolni, akkor vegyél repülőjegyet. Jó, hát aki kiköhögte, és hát azt mondjuk nem tudom, hogy ezért mennyi túlórát kellett vállalni, mert azért ezek általában nem top menedzseri állásban dolgoznak ezek a srácok, hanem lapátolnak valahol. Kimentek? Bocsánat, azt tegyük hozzá, hogy aki edzőtáborban van, az nem is vállalhat más munkát, mert ő hónapokig edzőtáborban van. Így is van, így is van. Na szóval mindig ültek a repülőn, mentek, és hát a turisták osztályon szorongtak a sportolók, politikusaink pedig, hát ugye nekik fizette az állam, ők meg az első osztályon így befeszkedtek. Valamelyik, azt hiszem cselgáncsozó volt, de nem mernék megesküdni, a nevét is írta fel, ez nem emlékszem, hogy melyik, előre ment, hogy na most megnézi az első osztályt, hogy ez milyen, mert ő még nem ült ilyen B747-esen, hogy ez ilyen csodálatos nagy óriás gép. És állítólag a Szekeres Imre volt az, aki így odaszólt neki, hogy mit keres a sportoló az első osztályon? Meg így visszaszólt neki, hogy miért, mit keres a politikus az olimpián? Az abszolút szimpatikus. Aztán ott történt már az olimpiai faluban, hogy hát ugye oda ment DJ Urcsány, hogy őt így meg kell nézni, meg lehet tapogatni, hogy jaj, de szép, eljött a miniszterelnök. És kiraktak ilyen hirdetményeket az olimpiai faluban a magyar házra, hogy itt lesz ekkor és ekkor Gyurcsány Ferenc, mindenki jöjjön le, mert fotózkodás lesz. Na most a papírt azt másnapra az egyiket letépték, a másikra meg nagybetűkkel elértek, hogy Gyurcsányt akarodj. És nem tudom, föltűnt-e nektek, hogy egyetlen kép nem készült Gyurcsánnyal és az olimpikonokkal. Nincs ilyen kép. Én azt sem tudtam, hogy kim volt. Kim volt? Halljaj, hát ő ráér. Hát őt se szeretik. Grúz-orosz háború, 2. pont. Volt. Volt. Esti híradóban mutatták. Tartok igen, Horvátországban voltam, és nem értette a barátnőm, hogy miért van az, hogy Horvátországban ugye ott ugye tengerpart, így nyaldos a hullám, meg néha a horvát, és akkor te meg így fogsz, és bemész olyan internetkávézó, és így megnézed, hogy mik a hírek. És mondta, hogy mi? És mondtam neki, hogy háború. És nézd, hogy hol, hát Európában? Mondom, neccesen, de igen. És így is nyomon lehetett követni, és egész szépen lehetett látni, hogy ez miről szól.
És ehhez képest meg azt látom, hogy itthon nem tudják az emberek, hogy ez miről szólt. 6 napig tartott, vége van, jó. Hát még ennek nincs vége. Na, hát ez egy epizód volt, egy csata, ha úgy tetszik. Ugye most is ott állnak az amerikai hadihajók a grúz kikötők előtt, BB-8-tellel vannak megrakva, jól emlékszem, de nagyon-nagyon óvatosan pakolják ki. Ugye általában az hadihajóval viszik, ugye? Ez mindig is így volt. Meg tudod, háborúzunk egy kicsit, és nagyon sok BB-étel kell. Tehát igen. Ilyen extrém sok. Semmi más, semmi köt, nem BB-étel kell. Sok gyerek születik ugye hirtelen. Ilyenek háború. Tehát ez tényleg nehéz kommentelni. Hát nem tudom, mit lehet erre mondani. Igen. Tehát ez, amikor annyira elrejtik magukat, hogy így csak egy hatalmas nagy orlók így a lepel mögül, és köszönjük, hogy te húzd már be, bazd meg. Hát a... hülye. Egyébként, ami még érdekes ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy ugye az oroszok utána jelezték, hogy akkor most úgy nagyjából ennyi lenne, de szeretnék, hogyha az Európai Unió az úgy befogná a száját, mert igazából ugyanonnan fúj a szél, honnan a grúzok esetében. És az EU ugye összeült, és mondták az oroszok, hogy jó, semmi gond, hogyha a bizottság azt mondja, hogy szankciókat helyez kilátásba Oroszországgal kapcsolatban, hogy valami, akkor így elzárjuk a gázt, és akkor így át lehet gondolni a kis életedet. És az lett ugye az EU vélemény, hogy hát, szóval igen, hát mondjuk hát tényleg, szóval ez egy kicsit gáz, meg mégis háború, meg emberek haltak, meg nem tudom. Megkérik Oroszországot, hogy tartsa tiszteletben az ország, vagy a világban elfogadott, nem is tudom, azt hiszem az Egyesült Nemzetek Szervezeténél vannak elfogadva az országhatárok, hogy ezt legyen már szíves. Ennyi. Tehát az Európai Unió ugye megfogták a tőkét, nem tudott mit mondani, ennyit arról a nagy álomról, hogy ugye Egyesült Európai Államok, meg stb. Ott van Oroszország, és így beint mindenkinek. Nem először csinálja ezt a történelemben. Eddig tart általában az Európai Uniónál a jogok védelme, amikor a gazdasági érdekekbe ütközik, illetve hát már eleve az nevetséges volt, hogy ők ugyan mivel tudnak fenyegetni Oroszországot, hát szívünkre tesszük a kezünket, nem sok mindennel. Nem veszünk több vodkát. Úgyhogy gyakorlatilag ez ugye egyértelmű volt, hogy ez Oroszországnak ilyen külpolitikai győzelemmel fog zárulni. Talán van olyan hallgatónk, akit meglepett, hogy így az emberi jogok azok kurva ezredik dolog nagyjából. Azt számítom, ilyen gazdasági érdek. Hát lehet, ezt hívják reálpolitikának, nem? Igen, reálpolitikának. Tehát ez a ledobjuk az atombombát azért, mert csak. És meghalnak 100 000-en, igen, mert azt akartuk. Szarügy. No, volt buzi felvonulás július 5-én. Ki volt ott? Na, erről nekem van vélemény. Ki hinné? Hát igazából nekem amúgy olyan véleményem van megint csak, amit tényleg nagyon kevés erről hallottam hasonszörű, de sőt, szinte sem onnan, de én azt nem értem, hogy az miért nem lett kihangsúlyozva több vagy sok helyen, hogy tényleg azon a fölvonuláson azok a szimpatikus, erősen idézőjelben homoszexuális emberkék voltak ott, akik a megélhetési homoszexuálisok. Tehát ezt nem értem, hogy nekem vannak meleg ismerőseim, semmi gond nincs velük, aktatáskások, kosztümösek, a sarki fűszeres, a pék, akármi, de hogy egyik se volt ott, az biztos, és hogy egyiknek az ismerőse se volt, az is biztos. Tehát gyakorlatilag itt az a nem is tudom, az a ilyen latex ruhába, vagy hát amennyire így ki tudtam venni. Színes ruhába öltözött húsztustalan férgek. Igen, így ilyen karácsonyfa díszekkel, a Melvin bolyukon, meg stb. Na most erre nyilván azt kell mondanom, hogy érted, ha nekem lenne egy pulyám, akkor utána tényleg nehezen tudom elmagyarázni neki, hogy mi a helyzet. Mert hogyha... Csak egyből a második világháborút is el kell magyarázni. Igen, de most tulajdonképpen most jön a lényeg, hogyha végigmentek volna úgy az utcán. Mert jó, érted, apám vasút modellezik, ők nem vonulnak föl, pedig hát vasút modelleznek, vagy mi sem vonultunk föl a Tomcatékkel annak idején, mert demópartikra jártunk. De... Ja, igen, ez itt a műsor előtt derült ki, igen. Hogy Fankát, én ismerem 10 éve. Igen. Csak ez így nem tudtam. Na és a lényeg az, hogy ha úgy végigvonultak volna az utcán, hogy kis kosztümbe, vizébe, aktatáskába, öltönybe, sportos ruhába, lazaruhába, ilyen-olyanba, akkor tudom azt mondani a fiamnak vagy a lányomnak, hogy látod, itt erről van szó, ők is ugyanolyanok, mint mi, idézőjelbe. De hát most hogy mondod azt, hogy ők is ugyanolyanok, mint mi, amikor tényleg latex ruhába leolajozva csókolóznak, férfiak, nők, és még most azt mondtam, hogy csókolóznak, mert azért voltak egy súlyosabb dolgok is. Tehát, hogy Ezt hogy nyomod le azoknak a torkán, akik felé, idézőjelben lefelé felelősséggel vagy? Tehát ez, hogy én nem értem. Tudod, miért nem olvastad még ilyen véleményt? Mert nem olvasod a blogom. Jaj. Ez egy hiba. Egyébként a nálunk a hetero felvonulást, amit csináltunk velük szemben, ott volt buzi.
Tehát ő azt mondta, hogy ő neki nem derogál beállni de nekem közé. Nem egy meleg ismerősöm, és mindenki azt mondta, hogy van hát a bombagyárom is nem egy meleg egyébként. Viccből sem ment volna oda, mert... Úgyhogy hát... sokan... Tehát alapvetően igen, tehát csak az mondja azt, hogy homofóbok vagyunk, aki így alapvetően nem tudja. Én azt gondolom, hogy bocsánat, egy mondat, még azt gondolom, hogy ezzel tényleg ez is egy iparág, és hogy ott tényleg politika, a megélhetés, ott az pluszba, de ugye, hogy ez a része meg lett kajáztatva, és ugye nem vették észre, hogy mire vannak felhasználva, és ez a megélhetési iparág. Nem ezt mondanám. Én úgy vettem észre, hogy nagyon sok divatbuzi van, aki lehet, hogy kurvára fáj neki, de akkösségbe rakatja magát, mert ő ezt egy ilyen életérzés kifejezésnek tekinti, hogy ő, ezek általában zsidók, csak hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, tehát így ők úgy gondolják, hogy ez a pökhendi, cionista, egoista, mi vagyunk a nagykirályok, mi vagyunk a zsidók, mássák, tisztelők, stb. Mentalitás, ez csak úgy fejezhető ki, hogyha ő maga is buzi lesz. A kirekesztettség, amit azért kell éreznie, mert ő zsidó, úgy érzi, hogy ezért kell éreznie, az kicsúcsosodhat abban, hogyha ő annyira más, hogy tud undort kelteni másokban. Most teljesen mindegy, hogy kik azok. Ez is igaz. Ezt élvezik. De nem csak az undorkeltés, hanem ő egyfajta közösségi élményként éli meg azt, hogy ő most buzi. Jó, hát fáj, de akkor is végre tartozom valahova. Na, és hát, ugye... igen, ez a ti verziótok nyilván. Nem, hát itt utalnék arra a történetre, amit ugye Phoenix tett fel a bombagyára pár napja, a barátnője, Siduri, az kicsit megruházott egy ilyet, mert hát előadta, hogy így buzi, meg úgy buzi, jó, egy nagyon toleráns csajról van szó, még fültágítója is van, elég furcsán nézett ki a bombagyár bulin, de egyébként ő is ilyen nagy mai magyar, és akkor így hát elmondta a csávó, mondom, hogy ő buzi, meg hogy ő zsidó, meg hogy ez, meg az, meg apuka tele van pénzzel, meg mit tudom én, de azok a rohadt mocskos magyarok, meg mit tudom, akkor kapta a rohadt nagy sallert az 50 kilós kis csajtól, de ott hogy elrepütt a feje majdnem. Tehát ezek azok, akik ott buzulnak, és ezek azok, akik összeszedik a tényleg buzikat, az aberrált buzikat, mert ezek aberráltak, ezek nem egyszerűen buzik. Akik ott van. Abszolút, nem akarom senkit elvenni a szót, én a plakáton akadtam ki a legjobban. Azon a gyerek, amikor gyerekek. Igen, beszéltünk róla a rádióban. Megállapítottuk, hogy Dunából lövés, az, aki ezt csinálta. Szóval arra nem tudok szavakat találni. Csak Balázs így mosolyog. Igen, rossz. Ez hát, tetszene, nem? Nem ül a kis harcos pólóba, így telete tovább, a Dunából lövés. Nekem még az is érdekes szerintem ezzel kapcsolatban, hogy ugye egyrészt ilyen fajta felvonulásokra én úgy gondolom, hogy igazából nincsen szükség semmi ilyen nemi identitás szempontjából. A másik meg az, hogy ugye azért ennek volt egy olyan előzöngéje is már ennek az ügynek, hogy itt lehetett tudni, hogy elég nagy cirkusszal fog együtt járni. Tehát ilyen esetben, ugye hát jobboldali tüntetéseken, ugye hányszor próbáltak betiltani a dolgokat arra hivatkozva, hogy ez milyen biztosítása, stb. Járna. Hát itt kíváncsi lennék, hogy ez hány millióba, vagy 10 millióba került az államnak. Ennek a biztosítása. Igen. És amit mondjuk azokkal fizettettek meg, nyilván részben ugye homoszexuálisokkal is, mert egy részük nyilván fizet adót, de javarészt olyanokkal, akik nem, ez a nem identitáshoz hát, tartoznak. Erről annyit egyébként, hogy amikor csináltuk a Hollán Ernő utcai tüntetést, minket azért nem engedtek egyenesen a jegyiroda elé vonulni a Budai Nagy Antal utcába, mert hogy akkor úristen, akkor el fogjuk állni a trollinak az útját, és ez nem lehet. És ezért volt az, hogy ugye kintről jöttünk be a Nagykör út felől a Hollán Ernő utcába, és ott volt a kordon. Na most ezek után, mert azt mondták, le lehet zárni, persze, nyugodtan, csak utána ki kell fizetni a BKV-nak a kieső ezt meg azt. Hát azt meg ugye nem tudtuk bevállalni. Mondjuk mindegy, mert így is jó volt a tüntetés, csak az volt az érdekes, hogy a buzik nem fizettek egy büdös vasat se ezután, pedig állt az egész város. Senkinek ez nem mentek oda, hogy te figyelj, nem értél oda, mit te van az üzleti találkozódra, tessék itt a kiesett akármi. A másik meg mondjuk szintén a Hollán Ernő utcát, hogyha végig gondoljuk, az oké, hogy mi nem állhattuk el a trollinak az útját, de az antifasiszták azok elállták, mert azok tudjuk, hogy hol álltak velünk szembe, azok pont a trolli útvonalát lekordonozva szépen Gyurcsányos tusfőderestúr, azok szépen elállták, ők se fizettek semmit, de nincs kettős mérce. Mindig meg akartam tőled kérdezni, Menny Balázstól, hogy az a Hungarikánál hogy csapódott le ez az egész? Tehát ugye ez csak casus belli volt, tehát az, hogy most pont ti kerültetek így a központjában ennek az egész Hollán Ernő utcai dolognak, ez egy véletlen ez eredménye. Nyilván, ez most mondjuk, az biztos, hát marketing értéke azért volt jelentősen, de összességében hogy láttátok? Tehát hogy alakult ez ki bennetek? Kellemetlen volt, aztán nem, vagy hogy? Hát ez a marketing érdek, ez mondjuk így nézőpont kérdése. Az én szememben mondjuk ez mindenféleképpen egy pozitív dolog volt. Mindig az jut eszembe, hogy aztán behívtak az egyik tévébe ezzel kapcsolatban nyilatkozni, mondjuk ez egy ilyen mérsékelte jobboldali televízió, és ott a riporter azzal kezdte, hogy hát nagyon irigyel minket, mert
ő akármilyen újságcégeket csődött, azt hiszem, még könyvet is írt a Gyurcsányról, mégse írt róla a blogjába soha egy kurva sort se, viszont erről a zenekarról ugye annak kapcsán, hogy volt ez az egész ügy, ezért írt. Jó, de mondjuk a viccet félretéve, nem mondjuk a lemezkiadó részéről tudod, voltak ilyen megijedt hangok, hogy most akkor a fiatalokat nem fogja elengedni az anyja vagy az apja koncertekre. De hát mondjuk ezen túlléptünk, ezen a lemezkiadós okoskodáson. De hát hogy mondjam, nyilvánvalóan nekünk jól esett, hogy ti annak idején ezt az egész dolgot fölvállaltátok, mert az ezt el kell mondani, hogy a másodikhoz ugye a nagyobb méretű tüntetéshez nagyon sok szervezet csatlakozott, de hogy ezt ti kezdtétek el azzal az első odavonulással, vagy hát próbálkozással, amire ugye azonnal lecsapott a helyi Fidesz, hogy úgymond egy kettős állampolgárságú egy másik helyi Fidesz maradjunk. Igen. Távoli helyről jött Fidesz. Úgyhogy, tehát ilyen értelemben mondjuk úgy nyilván lett híre a zenekarnak. Tehát mondjuk azt, hogy én azt gondolom, hogy ez az, amit amúgy a könyvemben is írtam, hogy ez az egész nemzeti rock dolog az érdekes módon pont ennél a zenekarnál, vagy ennél az esetnél csúcsosodott így ki ebben, hogy ugye a nagy politika színterére került, mert ugye korábban ugye emlékszünk arra, hogy volt a koncertbetiltások, ugye Demszky egy-kétszer ugye erről gondoskodott, mint legfőbb városvédő, de ez volt az a pont, ez a Hollán utcai eset, ami hogy úgy mondjam, kirúgta a legszélesebb közvélemény elé ezt a műfajt. És ez jó vagy rossz? Hát én úgy gondolom, hogy jó, mert ugye korábban, amikor mi ezt elkezdtük, ez ugye a 90-es évek elején, ugye nem csak miatt, ugye korábban is volt egy-két ilyen zenekar, mint a Mosoly, ugye erre sokan gondolom lehet, hogy emlékeznek cigánymentes övezet és egyéb számaikkal, de ugye hát ők annak idején, nyilván ez a Kádár rendszerben ez börtönbüntetésekkel járt az ilyen. De mondjuk a 90-es évek elején is mondjuk azért elég szűk szubkultúra hallgatta ezeket a zenekarokat, amit mondjuk abban lehetne megfogalmazni, hogy a 90%-ig csak a szkijedek hallgatták ezeket a zenéket, és mostanra én úgy látom, hogy a legszélesebb rétegek. Tehát én mondjuk egy egyetemen dolgozom, és legutóbb például egy egyetemi docens jött oda hozzám, hogy hú, hát ismerem a maguk zenekarát így meg utána, amire mondjuk nem nagyon gondoltam volna. De ez nem a Morvai Krisztina volt. Nem a Morvai. Ez egy másik docens. Ez egy másik docens volt. De hát mondom, hogy erre mondjuk nem gondoltam volna egy 10-15 évvel ezelőtt, hogy ez ilyen széles rétegek elé derül ki. És mondjuk érdekes dolog, hogy pont ugye itt egy rapperrel ülünk itt együtt, mert pont ebben a TV műsorban egyébként ezeket a nemzeti rock dolgokat, illetve szövegeket pont a rap műfajához hasonlították, hogy ez is valamilyen szinten, ugye ez az őszinte utca hangja, jó nyilván más zenei köntösben, de azt gondolom, hogy ez most a mai Magyarországon abszolút így van. Hát igen. Egyébként, ha már a könyvedről szó esett, nekem fel van írva a műsortervbe, hogy beszéljünk Balázs könyvéről és Feli dalának fogadtatásáról is. Ezt mondjuk én írtam ide, tehát emlékeznem kéne rá. Tehát, hogy hirtelen spontán ötlet nyomán fölteszem a kérdést, hogy de Balázs, te írtál egy könyvet? Ja, írtam egy könyvet. Hát akkor erről beszéltünk most, hogy de mesélj már erről nekünk. Nekem már megvan nagyon szép összem hát, a dedikációt is. Különösebbet szerintem. Könyvből, igen, inkább elolvasni kell, mint hogy beszélgessünk róla. Hát csak ez a 15 év nemzeti rock nagyjából, ugye most amit az előzőkben elmondtam, meg nem is akarom én beszédnek kitölteni a műsort, nagyjából... Hát akkor mivel töltsük ki? Már az én beszédemben, ja. Arra gondoltam. Tehát nagyjából ugye azt így felvázoltam, hogy ugye ez a Hungarikás Hollán Ernő utcai esettel indul mondjuk maga a könyv, és akkor így fejtem visszafelé a szálakat, hogy ez volt a mondjuk a robbanó pontja szószoros értelmében ennek a dolognak, és utána leírom, hogy ez hogy alakult, hogy jött létre ugye az elmúlt 15-20 évben, illetve hát én hogy láttam ezt a dolgot. Igen, most így fél év távlatából így retrospektíve már én kimerem azt jelenteni, hogy a Hollán Ernő utca, bár nem annak terveztük, és tényleg úgy alakult, ahogy a Jóisten vezette a dolgokat, de ez igazán egy fordulópont volt, ami nem csak a nemzeti rock szempontjában, hanem úgy egyébként mindenféle jobboldali, tehát kormányváltó szempontból fehérfai ellenállás, amíg tetszik, mindegy. Mindenféle szempontból egy fordulópont volt, mert az, hogy mi többen voltunk ott, ráadásul a saját fészkükben, amit már akkor is mondtam, hogy azért eléggé ciki nekik, hogy mi voltunk többen,
Ez egy olyan közhangulatot eredményezett, hogy a mieink azok fölbátorodtak, ők viszont azóta is félnek. És megnézzétek, most október 4-ére próbálnak egy vonulást csinálni az Andrássy útra, hogy majd ők visszafoglalják az Andrássy utat. Hát igen, fél évvel azóta, hogy mi elmentünk onnan, már oda mernek merészkedni. Tehát én javasoltam többeknek egyébként, hogy ne menjen ki senki. De tényleg most minek ellentüntetni? Kirakunk ilyen Hungarocell babákat, egy Árpádsághoz zászlóval, meg egy táblával, hogy le vagytok ki szarva. És akkor ennyi, de mindegy, így is lesz, aki kimegy, aztán lehet, hogy meg is dobálják őket. Viszont egy dolgot hadd szúrjak még közben, ez abszolút neked, csak Tomked, mert nekem elküldte egy kedves jó barátom a Hungarikával kapcsolatosan pólóterveteket, ami zseniális szerintem. Azt ez már a, lehet is kapni, ez a kont, azt akartam megadni. Egyet együtt. Kérek. Viszont én mondjuk nem tudom, hogy ez milyen, lehet, hogy valami sötétebb pólón láttam, vagy világosabb pólón, most nem tudom így a nyomását, de az úgy néz ki, mint hogy egy négerszkéhez dobna egy Molotov koktélt a jegyirodára. Ez azt akartam is kérdezni, hogy ez direkt, vagy éppen azért, mert pont ez fekete nyomás volt egy világos pólón. Hát alapvetően fekete pákonnal akartunk bevágódni. Nem, valószínűleg világos pólón láttad, ez fekete pólóra lett tervezve, hát akkor vegyetek pólót a tomcatpolo.hu-ról, és most beszéljünk arról, hogy Feli meg dalokat ír, és azt megfogadtatják. És ebben volt, igen, egy félreértés is, amit a műsor előtt tisztáztunk. Igen, több is amúgy, ugye a bloginnak a hírek. Írtam egy nagyon felkészült cikket, igen, a zene világából, amihez nyilván nagyon értek. Most már így kell lennie, hogy megírtam. Igen, most már így van, hát hogyha az archívumban valaki visszalapoz, ugye a bombagyáron, akkor úgy olvassa, de végülis tök mindegy. Szerintem kár ebbe belemenni, hogy írtad le ezeket a dolgokat, mert aki picit ismer, az úgy is tudja, hogy van, aki meg nem, az majd után nézze, érdekli. Úgyhogy, hát ennek, hogy mi ennek a dalnak a... Na, tényleg csak egy mondatban arról, ugye, hogy az az egyetlen lényegesebb a dologban, hogy ugye azt írtad, illetve valami olyasmire utaltál, hogy eddig mentes volt ez a dolog, és aztán ugye kiderült, hogy az a klip, amit te láttál tőlem, az pont a 14. klipen volt. Várjál, mi a dal címe, csak a hallgatók kedvéért? A Magyar Földre című dalról beszélünk. Igen, tehát egyébként a hibám, tehát én azt hittem, hogy neki ez az első ilyen típusú zenéje, azt, és most megkaptam tőle 3 CD-jét, amiken hát véglapozgatva akár csak a tartalomjegyzéket vagy számlistát látszik, hogy ezt benéztem, hogy elég csúnyán, mindegy. Jó, hát megkövetlek ezúton is. Viszont mondjuk azt fenntartom azt a véleményem, hogy ezzel, hogy kijöttél, és ennek ugye hát teret engedett az internet, ezzel szerintem, de igen, kellemetlen helyzetbe fogsz kerülni a médiában, mert ha nem, akkor nekünk nem lenne igazunk, pedig már évek óta károgunk róla, hogy azért ott mások ülnek. Igen, hát ez egy rettentő érdekes dolog. Tulajdonképpen az lett az eredménye, amire számítottam, hogy akik eddig ilyen vonalon nem merték megveregetni a vállamat, csak így sejtették ezt az ügyet, azok felbátorodtak, és mások meg, akik szintén azt sejtették, hogy itt valami idézőjelben nem kóser nálam, azok szó szerint. Igen, azok pedig furán néznek rám. És ennyi tulajdonképpen, na most nyilván erős idézőjelek között, nyilván ebből te tudod a legjobb, hogy leginkább csak morálisan lehet ezekből az ügyekből profitálni Magyarországon, de nem csak ti vagytok nyilván, akik megkérdezték, hogy akkor Feri, most akkor kellett ez neked, ez a dolog? És hát azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen legalábbis számomra ez nem lehet kérdés, mert hogy ebbe a számba sikerült azt összefoglalnom, amit tulajdonképpen így elrejtettem ilyen kis jóindulatú pokolgépekként így a többi dalba így itt-ott. Volt már egy dolog, ami így kavart egy kis port az Áld meg a Magyar című dalban. Hát nem éppen szépen festem le az Index.hu-t meg az ATV televíziót a rendezői változat című lemezről, és akkor azzal már kaptam jelzéseket, hogy Feri, hát ezt nem teheted pedig hát az Indexel, hiszen az egy nagyon-nagyon szimpatikus weboldal, és nagyon igazak is minden, ami ott megjelenik. És hát aztán ott elindult egy kicsit ez a dolog, de aztán az ugye elfelejtődött, és hát ez a Magyar Földre most az, hogyha beírjátok a Google-be azt, hogy Funkadeli, akkor tulajdonképpen annyi blogot dob ki, amin kin van ez az ügy, meg annyi ilyen gondolatot róla, hogy tényleg így dúskálni lehet ebben az ügyben, és tényleg annyi, hogy az talán, ami egy picit, de tényleg az is csak idézőjelesen rosszul esett, hogy annyira nem
képesek, mondjuk téged most már ledumáltunk, de tényleg más hasonló weboldalakon is, tehát beírod érted, hogy youtube.com/funkadeli vagy funkadeli.hu, ott a blogom, csak az beírod, hogy Ctrl+F és magyar, erre a szót beírod, és rögtön tudod olvasni, hogy miket gondolok erről a dologról, a youtube.com-on megnézed, érted? És, mondjuk és... a blogodnak nem ártana néhány sortörés. Igen, igen, ezt már többen jelezték, az én perverzióm. Igen, abszolút elnézést. Na és tényleg, hogy egy csomóan ezt így reagálták le, hát egy csomó ilyen komment is volt, szerencsére nem nagyon csomó, de azért volt jó pár komment a YouTube-on, hogy na akkor most a Funkadeli Feri akkor beállt most ebbe a magyarkodó sorba, mert most ez a vonal megy, és akkor ettől remél most több biztos valamit. Tehát, hogy persze ezeket így ilyen kikerekedett szemmel így olvassa így az ember, és akkor ez ilyen érdekes. De tulajdonképpen arról van szó, hogy ez egy eszencia erről, amit gondolok. Hát a rap szakmával már amúgy is megutáltattam magam, ugye, mert hogy azért elég elhíresültem, vagy hírhetten ugye drogellenes figura vagyok, meg erőszak, meg leginkább szexizmus ellenes. És akkor a rapperek drogosok, meg erőszakosak. A hazai rap akkor... hallgatóknak a elég tehát, tettem egy tehát százaléka. Tehát ez nem a nigger rap, amit ugye te csinálsz. Ezt már tudom, csak hogy akkor tisztázzuk. Igen, lehet, tehát tulajdonképpen a hazai rap hallgatóknak sajnos tettem egy százaléka ciklikusan marihuána fogyasztó, amit azt jelenti, hogy függő, aztán ennyien szól a szexista szövegeket, nyomat a fülébe, azt egy lányhoz nem mer oda menni közbe, és hát hogy is mondjam, így kokszolják magukat ezekkel a butaságokkal, aminek amúgy nagyon komolyan megvan a lecsapata sajnos aztán a való életbe, és az én kis hülyeségeimben próbálom erre fölhívni a figyelmet, tehát nyilván több-kevesebb sikerrel így a magam módján. Visszatérve ahhoz, azt nyilván nem gondoltam, hogy tehát ezt tisztázni kell egy mondatba, csak tényleg nem akarom húzni az időt, a magyar földre Az három ingyenesen letölthető dal közül az egyik, amit így megígértem a hallgatóknak nyárra, és teljesen hirtelen fölindulásból egy barátom segítségével készítettük ezt a videót egy fél óra alatt hozzá. Tehát ez nem egy klip, ez egy videó a YouTube-ra. És hát azt nyilván nem gondoltam volna, hogy most tart olyan 75 ezer körül a kattintások száma. Aztán... Ez majdnem annyi, mint a Fekete Pákónak. Igen. Úgyhogy... Ez egy nagyon jó kis szám, viszont ami a félreértés volt igazából, ugye ezt a számot, ezt kitiltották a torrent szerverekről Magyarországon. Meg az albumaimat. Igen. Már minthogy idézőjelbe kitiltották. Igen, de és ugyanúgy ki van tiltva a Kárpátiától az ismerős arcokon keresztül ugye a romantikus erőszak is. Nem mondjuk a hétköznapi csalódások is, hogy tegyük hozzá ez más oldalról. Az igen. Én a ti sztoritokat nem tudom, az én részem az annyi, hogy most már ides tova körülbelül 2-3 éve, hála a jó Istennek egy olyan folyamat elindult, hogy számos ilyen FTP szerver, meg torrent oldal jelezte így felénk, hogy tiszteletből nem hagyják, hogy legyenek Funkadeli tartalmak. Hát ez nagyon kedves. Ez kedves. Tehát magyarul ők támogatnak ezzel, hogy vegyék meg a levet. Ezt mint jelezték nekünk, és én ezt javítottam is a cikkben. A védelmemre legyen mondva, hogy mi nem híroldalt, csak blogot, igen, tehát hülyeségeket írunk. Simai. Alapvetően mások meg elhiszik. Én egy mondat még, mert arra nem válaszoltam, amit kérdeztetek, nagyon jó fej voltam. Én biztos vagyok benne, hogy rengeteget fogok még szívni emiatt a dolog miatt, mert hogy abszolút, tehát aki Magyarországon azt felvállalja, hogy ő onnantól, hogy én ilyet kimondok, hogy botrányos az például csak az, hogy ahogy egy árpácsával képesek bánni egyesek meg, stb. És az nyilván most egy pici puritán hülyeséget mondtam, és ez az egész, amiben manapság vagyunk, az nyilván nem egy előre menetel bizonyos aspektusból, de én viszont rettentően szeretek jól aludni, meg reggel tükörbe nézni, és... De akkor nem úgy nézek ki, mint a videón. Akkor nem. Szerencsére. Hát jaj, erőt eszembe, bocsánat, csak így közbeszélök, volt nekünk egy bombagyár bulink, így a, hát most volt a Dragon 64-nek a 44. születésnapja, és van nekünk a drága szép rendszergazda, a törpen átszink a Gabuccino, iszonyatosan berúgott. Ez itt volt mellettünk a Bay City Pub nevű kocsmába, majd részegen hazaindult, és... Ez este... bicikli sztori. Igen, és este kérdezte tőlünk, csak hogy aki esetleg nem olvasta volna, hogy mi történt velem, mert egy taxiba ébredt fel, úgyhogy nagyon-nagyon fájt az arca, de olyan szinten fájt, hogy kihaltak az idegek az orra körül. Tehát most jól érzi magát. Nem érte, hogy ki verte meg, és aztán kiderült, hogy nem verte meg senki, ő biciklivel indult haza, és taxival érkezett meg, az összefüggés, találjátok ki, azóta nincs bicikli, ez szegény. Se személye, ami meg megint nincsen benne a kép, hogy ez hogy történhetett. Ezt nem tudni. Azt tudtad, hogy egyébként a Bay City Pubban szemben lakik a Hillernek a fia. Akkor ezért jött ki annyi rendőr? Uh-huh. Ez érdekes, nekem ezt másnap mondta valaki, akinek van ott érdekeltsége.
Milyen érdekes. Nem tudtuk egyébként. Lehet, hogy azt hitték, hogy megél lesz valami. Na most, most jön az, hogy kicsit túléptük az első blokkunkat, úgyhogy most zeneszünet következik, majd mindjárt eldöntjük, hogy melyiknek a zenéjét rakom be. Tehát ezt majd otthon már utólag vágom úgyis össze. A műsortervből kimaradnak a következő pontok. A Hír TV elleni akció Helmeci által, ugye drogot akarnak rakni Kisberg Szabolcs kocsijába, véleményanyag dögöljön meg. Gyurcsány Ferenc nemzeti ellenállást hirdetett, majd betiltották a Kuruc infót, ami visszajött. Gyurcsány adót csökkent, vagy mégsem, de vergődik, az biztos. Lecsukták Kulcsár Attilát, vádat emeltek ellenem, volt Magyar-sziget, Kurultáj és Magyarok világkongresszusa, továbbá blokkádolnak az alma termesztők, de már hazamentek. Nem fog beszélni. Ezekről időhiány miatt nem, mert olyan jó elbeszélgetünk. Csak a Kurultájról majd egy pár mondatot azért csak mondani. Na mondjál. Még mondhatom? Mondjad, ugye. Tehát igazából nekem ugye a Szabó Balázs, akivel a Suhancot csináljuk, ez a primás fiú, szerintem azért sokan ismerik, biztos azok közül is, akik hallgatják ezt a műsort, és akkor mondta, hogy menjünk ki erre a Kurultájra, és tulajdonképpen tényleg, tehát az, hogy ott voltam, ott álltam, és átéltem ezt az egészet, és ott 3 nap alatt 200 000 magyar ember megfordult, érted? És 5 kilométerre tudtunk leparkolni, és annyi ember volt, meg stb. És ott voltak mindenhonnan az ős szitja, testvérek közül mindenféle arcok, és 500 000 júrta, meg a ló alatt a lovasok, meg hátrafelé nyilazás, meg minden. És úgy kerestem az összes médiában, meg médiumban, meg újságban, hogy hol találok valamit a Kurultájról, és sehol semmit nem találtam szinte, és tulajdonképpen ezt tudom, mert ez egy halálra rágott csont, hogy az ilyenekről nem talál az ember semmit, és tényleg összejött ott 3 nap alatt 200 000 magyar, akik tényleg ilyen körleveleken, meg szájról szájra, meg SMS-en keresztül tudták ezt a dolgot, és ez leengedő. Hát, hogy összejönne 200 000 magyar most ide, akkor most elmennék, és leváltanánk a Gyurcsányt. Hát vagy nagyon nyomnák egymást ebbe a hát tegyük hozzá, hogy 3 nap alatt fordult meg ott 200 000, tehát egy időben 30-40 000 magyar. De ez azt mondhatja, hogy vagyunk egyébként elegem. Jó, hát abban az országban, a közszolgálati televízió le akarja tagadni élő egyenesbe a saját ostromát, hát miről beszélünk? Na, zenélünk egyet, aztán jövünk vissza. Szépen csöndesen elkezdjük a következő blokkot, miközben Blogin egy narancsot zabál, de valami egészen egyéni módon. Tehát más a lágytojást nem így eszi. Tehát így félig lebontotta róla a héját, aztán rájött, hogy ez így fárasztó. Föltépte ezt a fehér bőrt föltépte, és most így csócsálja kifelé, de nem tudom. Mit csinálna egy kókuszdióval? Nem tudom, fekete pákút meg kellett volna kínálni, hogy ő biztos tud valami hatékonyabb módszert. Édes Istenem. Na. A Dragon az előbb volt itt, még a műsor előtt, mindig bejön ilyen biztosítéknek, hogy hát ha valamelyik vendég nem jön el, és ő mondta, hogy volt egy barátjának egy csimpánza, aki dohányzott, meg kávézott, meg ilyeneket csinált, hát vigyázott az állatra. Na most a csimpánznak volt annyi esze például, hogy amikor így a csíket le kellett tennie, akkor az asztal szélére rakta le így ezével a parázssal kifelé, meg hogyha elnyomta, akkor szépen elnyomta a hamutartóba, és elvitte az ő kis alvó szénájától odébb, és ott dobta el, mert volt ennyi esze. Tehát igen, ezért nem cigány tartunk, ugye? Na szóval, itt van nekünk 10 darab hírünk, ahogy az lenni szokott, de még itt a Feri el akarja mondani, hogy ő honnan ismer engem. Mert azt most itt tudjuk, hogy... tényleg elmondja? De ez nem biztos, hogy hallgatókat amúgy annyira érdekli, de hát is egymás között vagyunk. De kiderült, hogy mi demopartiról ismerjük egymást. Hát bizony, és... Na mindegy, mi az Asztrálon annak idején, hála Istennek, meg is nyertünk egy-két színpartit. Az és... egy demo csapat igen, volt. Igen, nagy magyar demo csapat. Igen, és... Hát én már ilyen 13-14 éves fejjel nyomtam bele a hülye 3D grafikákat, és onnan ismerjük mi egymást. Most csúnyát fogok mondani, de a lényeg az, hogy arra emlékszem, hogy akkor még egy nagy amigás is voltam párhuzamosan, és folyamatosan valaki pusmog mögöttem, és ilyen hülyeségeket beszél, hogy ablakon kibasz parti. Igen, azt mit csináltam? És így mondom, ezt nem értem, mondom, nem tudtam felfogni, és így kicsit hallgatóztam. És kiderült, hogy az ablakon kibasz parti az volt, legalábbis amire én emlékszek az akkori verzióban, hogy nekiálltok dummozni, és aki veszít, annak a monitorát kibasszátok az ablakon. Hát ez egy érdekes történet. Nem, a dummozás az igaz, de nem a monitort, azért nem voltunk mi milliárdosok. Nem, az volt az ablakon kibasz parti, ez egy havarommal tartott ilyen kis házi partik voltak, ilyen manapság LAN-partinak hívják azt, amikor összeül sok hülye, vagy kevés hülye, és akkor így hálózati játék. Sőt, ma már inkább interneten nyomják, mert mi a felé találkozunk így más színalapú entitásokkal. Tehát ez még úgy nézett ki, hogy átcipeltük egymáshoz a PC-t, ugye Pentium 1-es meg 486-os, összedrótoztuk és Doom hálózatba, ha még valaki emlékszik erre a játékra. Ablakon kibasz parti azért volt, mert egyre durvább dolgokat haigáltunk ki közben az ablakon. Na és várj, folytattam a sztorit, és én még ilyen tényleg ilyen kis süldő hülye gyerek voltam, és annyira unatkoztunk, meg ott dumáltunk, ott egy társaság voltunk, de periférián, tehát mi konkrétan egymással nem beszéltünk,
És aztán egyszer csak oda keveredtem a gépet, ezt soha nem felejtem, egy 12 megabyte RAM-os 486-os volt valamelyik partin, igen, ezt soha nem felejtem el. És aztán dumoztam a te gépeden, és közben ezt fejtegettük, hogy de szép, hogy te is fikázod a dumozókat, meg a kvékezőket. Ne, a dum az más volt. De igen, más volt és utána dumoztam a gépeden, és az volt, hogy onnan megcsíptek valami vinyókat, onnan a demóteremből, meg talán egy projektort is, vagy valami, és ott ment az óriási balé, és valaki rád mutogatott, hogy biztos te loptad el a vinyókat. Nem, az később volt, és nagyon beégett a gyerek, mert ez a Cash 98 nevű partin volt. Az egy másik partin. Nem, a projektor lopásnak ez a története. Az a projektor lopásos volt. Ott ellopták a projektort, és valamelyik hülye elkezdett ordibálni, hogy hívjuk a rendőrt, mert biztos, hogy én voltam. Na most a probléma az, hogy én pont akkor voltam katona, és pont aznap voltam őrségben, tehát nem is voltam ott ezen a partin. Ezen a partin vinyók voltak, és ott ment a hülyeskedés, és aztán persze mondta három gyerek rögtön, hogy a Tomcat az éppen akkor mondjuk velük volt az udvaron, vagy valami ilyesmi, és aztán ment az okoskodás, és nagyon csúnya parti volt, és én ilyen kamasz, éppen hogy kamasz fejjel, csak így bámultam, hogy hát nem ezért jöttem. Nem, volt egy-két hülye gyerek, aki minden áron megpróbálta egy kitalálni, hogy én demopartin loptam, aztán nagyon-nagyon beégtem. De és ez a legenda mai napig tartja magát az interneten. Nem, mai napig terjesztik. Tehát ez a szomorú, hogy ilyen 35 éves meglett emberek, és még mindig azt terjesztik, hogy igen, én tudom róla, hogy lopott. Pedig kurvára nem. Tehát mondom, ez volt egy nagyon érdekes gyanúsítás, mikor ez a kecskeméti partin kitalálták, hogy én loptam el a projektort, amikor ott se voltam. A kecskeméti partin a projektor, mint utólag kiderültem, hogy nagyon komolyan lett ellopva, belerakta valaki egy hangfalba, kicsit hangfal. És én azt is hallottam, hogy találták meg. Azt ez egy külön tudom. Történet, egy cigánygyerek volt egyébként. Ez egy negyedik emeleti lakásban lakott ez a cigánygyerek, de nagyon hamar lenyomozták, mert járult a projektort állítólag valami hirdetésekben, és akkoriban azért még én 98-ban azért projektor... Mert én is azért... a negyedikkel laktam, te! Hát, nem, ez biztos, hogy nem te vagy, mert figyeld a történet végét. Tehát kimentek a rendőrök, és így megrugdosták az ajtót, ahogy ők ugye szokták, ezt ugye a hallgatóink egy része elég jól ismeri, és a hülye gyerek az éppen zuhanyozott, és így rájött, hogy hát ez most így gázmerősítre fog menni, és úgy, ahogy volt, egyszer faszba kiugrott a negyedikről, meg is halt. Ez most komoly. Ez komoly, és a projektort megtalálták. De legalább lezuhanyozott előtte. Hát tisztán halt meg, legalábbis részben. Tisztán a cél felé, ugye, ahogy így a krisnások mondják. Na, szóval ez volt a nagy... Na, és azért nem emlékezhetsz rám, mert hát akkor én még érted, ekkora voltam körülbelül. Most így mutatja, hogy mekkora volt. Igen, mert tényleg rádióban... Bizonyos méret alatt nem emlékszünk. Igen, okay. De hát az nyilván azért... Igen, hát mondjuk én 2000 volt. Körül bukkantál föl a köztudatba az első lemezed, de akkor is inkább mind zenész, nem annyira, mint színer. Igen, igen. Na, hát most így megbeszéltük, hogy honnan ismerjük egymást, ez nyilván senkit nem érdekel, de térjük de fel. Egy mondatos promót csináljunk már ennek, hogy ez mennyire szomorú, hogy ezek a színpartik így elkorcsosultak, mert pont mire a, számító, pont mire a számítógépekben tényleg van erő, és vannak jó szoftverek, pont addigra érjük ezt a template világot, hogy úgy csinálsz weboldalt, hogy... Mindenki érti, miről beszél, igen, ugye? Tehát, hogy úgy csinálsz weboldalt, hogy már csak meg kell változtatnod a hátteret. És nem, meg, az egész arról szólt, ez a demo scene, ezt már sokszor beszéltem róla, de most már definiálom, ez egy kreatív számítástechnikai underground. Ahol mindenki kreatív volt, zenét mindenki kreatív, na, az a lényege, hogy annak idején, még 90-es évek közepéig talán, hogyha az ember vett egy számítógépet, akkor nem toltak mindent a segge alá, hogy ne töltsöd le és élvezd. Ha akartál valamit, akkor vagy volt három játék, amivel játszhatsz, vagy öt, vagy tíz, mindegy, nem sok, vagy csinálsz magadnak. Viszont akkor még a számítógépnek a képességei is ugyan elérhetőek voltak, tehát magyarul ki tudtad használni, és mindenki szépen programozott, meg zenélt, meg ilyenek. Rajzolt, és komolyan lenézték azt, az volt a lémer, aki csak játszott a géppel. Mert hát ez ugye számítógép, ezt ki kell használni. Hát ugye ma már hol tartunk, ma már minden kész van, és mindenkinek nagy a pofája, hogy én Isten király vagyok, mert én megvettem az ennyi megabites kapcsolatot, és akkor most nekem torrent szerverem van. És ki nem szarja le, hát ki vagy te attól még? Hát senki, vette egy eszközt. És még egy tényleg egyetlen mondat, hogy ott összegyűltünk, és ez volt, és nem az volt, közösség. Hogy MSN-en keresztül érted, meg ilyen nem volt még internet, floppy lemez levélbe, az így igen. Van. Szóval hát mondjuk, már mondtam, hogy erről írogattam egy könyvet, itt az előbb nézegettem. Ez egy csodás világ voltam. Csodás világ, tehát ez, hogy a számítógép úgy összehozta a fiatalokat, mint mondjuk egy motoros találkozó. Én mindig ezt szoktam hasonlatnak használni. Hogy így mindenki megveszi, nem a készen a Harley Davidson-t, és majd a szakszerviz megcsinálja, hanem megveszed a kis Pannonia 125-öst, a kuporgatott pénzedből, bütykölgeted, elmész a másik sráchoz, hú, tényleg izé, cseréljük ki ezt, pimpeljük meg a motort, mit tudom én. És ez ment csak számítógéppel. És ott tök mindegy volt, hogy hány éves vagy, hogy nézel ki, stb. Ott csak az számított, hogy mit így van, és meg. Óriási világ találkozók voltak, ezek a nagy demopartik, Finnországban, Németországban, Dániában voltak ilyen több ezer fős nemzetközi ilyen gyülekezések. Nagyon-nagyon komoly művészeti alkotások születtek, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy így rajzolgatott paintbrush-sal valamit a hülye gyerek aztán úgy odaadta, hanem frankó műalkotások voltak. Ezek voltak még például az MTV ment ilyen videóklip, amit készítettek. Itt a ugye Science-nek az egyik Wild demójáról beszélek, hogyha valakit érdekel.
Tehát nagyon komoly műalkotások születtek, és ez évekig ment, és a magyar csapatok óriási sikereket értek el. Tehát óriási műalkotások készültek itt Magyarországon, többek között az Astral nevű csapatot említhetem, akit ugye Fanka tagja is volt, akik ugye például először készítettek 3D gyorsítós demót. Igen. A világon. Na most egy dolog még, hogy manapság pedig az van, hogy mondjuk Photoshopot kizárólag arra használja a társadalom X része, hogy felrakasson magáról egy olyan képet, ami nem is úgy néz ki, mint a valóság, csak hogy legyen egy... A Photoshop nem művészet, tehát a művészet az a pixel grafika, de már megint elbeszélgettünk 10 percet. Bocsánat, elnézést. Bocsánat, hülye kockák vagyunk. A Szamak Szundaravecs miniszterelnök vezette kormánypárt feloszlatását javasolta a legfelsőbb bíróságnak kedden a Tájföldi Választási Bizottság, mert a testület szerint a párt csalt a tavaly decemberi parlamenti választásokon. Az öttagú bizottság egyhangulag szavazta meg a Népi Erő pártja feloszlatását, közölte Szumát Upani Szakorn az egyik tag. Mint mondta, vágyuk szerint a párt szavazatokat vásárolt. Amennyiben a bíróság egyetért a beadvány állításával, akkor a PPP 33 magasrangú vezetőjét, köztük a kormányfőt 5 évre eltilthatják a politikától. Ez Tájföld. Tetszik érteni? Én értem, csak... Nem ott tartalmaz ez van, újdonságot tehát... számomra, igazán. De gondolj be, ezek ilyen elmaradott távol-keleti, ilyen tyingyáng-nyényé. Azért ne felejtsük, a Tájföld az honnan lett. Tehát Tájföld az azt jelenti, hogy szabad ember. Tájföld az úgy keletkezett, hogy Kínába érdekeltek így a kínaiak, így megunták a kínai császárt. Valahogy is az így kibaszta őket az országból, és csináltak egy külön országot maguknak, tehát lényegében ilyen számkivetettek voltak, hasonlóan, mint mondjuk az ausztrálok az angolokhoz képest, akik meg ugye fegyencek, fegyenc telefont eredetileg, tehát ezek így készültek, tehát nekik nincsen ilyen több ezer éves múltjuk, hát leszámítva, amit Kínából esetleg magukkal hoztak, de alapvetően ott ilyen cigány számba vették őket. És most eljutottunk idáig, hogy mi, akiknek van egy szent koronánk, akiknek van egy ilyen, már több mint ezer éves, de mondjuk, hogy csak az ezer évet adjuk meg magunknak, van egy ezer éves múltunk, nem vagyunk képesek egy miniszterelnököt leváltani. Itt meg mi van? Megszavazzák. Oké, oszlassák fel a kormányt, mert csalt. És folytatódik ám a hír. Honnan ja, folytatódik a hír? Menjünk tovább. Én már másban gyönyörködtem. A 2006-ban történt katonai államcsínt követően a hadsereg által kidolgozott alkotmány értelmében egy egész pártot is betilthatnak, és vezetését eltilthatják a politikától, ha csak egyetlen tagját is bűnösnek találják választási csalásban. Ez a komoly mondat. Ez az utolsó. Igen, hadsereg megunta, oda csapott. És teszem hozzá, azért a tájföldiek se cukorból vannak. Rendkívüli állapotot léptetett életbe a tájföldi kormány az ország fővárosában kedden, néhány órával azután, hogy a városban összecsaptak egymással a kormánypárti és az ellenzéki tüntetők, mert még van, aki velük van, azért ott se olyan édes a válkoztás galagonya. Helyi idők szerint hajnalban az ellenzéki tüntetők által múlt kedden megszállt kormánypalota közelében, tehát ők nem csak úgy bementek, aztán kijöttek, mint itt a tévéostromnál, közelében botokkal, csúzlikkal és más rögtönzött fegyverekkel felszerelkezett kormánypárti és ellenzéki tüntetők estek egymásnak, legkevesebb egy esetben egy lövés is eldördült. Az összetűzésben egy ember meghalt, legkevesebb 35 megsérült. Nyomják a srácok, rendesen. Tehát ott így lényegében az van, ami nálunk 2006-ban, csak a különbség, hogy a hadsereg tudja, hogy mit csináljon. Na jó, de itt már nincsen hadsereg. Tehát nincsen, de mondjuk ott van egy rendőrség, ami átállhatott. Tehát a magyar rendőrnek nem volt ennyi esze, hogy öreg, te vagy az egyetlen az a szaros pajzsoddal, aki a rend és a Gyurcsányék között állsz. Te vagy az egyetlen, ami megakadályozza, hogy rend legyen az országban. Nem, ő kiáll a kis pótlékáért. Hát igen, sajnos ez... De ezt a pótlékot ugyanúgy tőlünk is megkapná. Ez egy ilyen nagyon kelet-európai valóság, és nem távol kelet. Hát ez ugyanaz, mint az olimpia. Bocsánat, hogy az a rendőr, hogyha kiáll abból a sorfalból, akkor nagyon jól tudja, hogy csak őt fogják kirúgni, és akkor ő nem tud a gyereke szájába kaját adni, és úgyse fognak mindannyian kiállni. Te kokszolsz, nekem is kokszolnom sokan kell. Sokan kiálltak. Sőt, ezt mai napig nem nagyon reklámozzák, de a tévéostrom során ezért annyira ciki nekik, a mi oldalunkon is egy csomó rendőr harcolt. Így van. Így van, és nem csak az, akit elkaptak, az az egy. Tehát a rendőrök körében egyébként vannak ilyen legendák a tévéostromról. Hát ez az egyik például, hogy csak az egy rendőr volt. Nem igaz, egy egész busznyi rendőr volt velünk, akik szervezette jöttek együtt, hogy azon kívül hány, egyébként is volt egy pár. Hát meg hogy honnan jöttek azok a rendőrök? Vidéki rendőrök voltak. A másik érdekesség, hogy a rendőrök körében mai napig meg vannak győződve róla, ez ilyen suttogó propaganda lehet közöttük, hogy azok, akik kiszabadították a kollégáikat a vízágyúból, amikor ugye mi borogattuk föl, azok MBH-sok voltak, beépített MBH-sok. Nem, 3 darab MBH-s volt az egész téren, és ezt olyas valakitől tudjuk, aki tudja, mert ő irányította őket. Hát tulajdonképpen ezek az apró pszichológiai tényezők amúgy nagyon jók, ki vannak találva, ugyanis, bocsánat, tényleg csak egy mondattal még, hogy
hogy hát ez mennyire jó kis hógolyó, ami után lavinát indít el, hogy az első pár ilyen ügyben ugye kapott azért egy-két rendőr, és utána már lehet arra hivatkozni egyre markánsabban és egyre halmozottabban, hogy látjátok, mit tesznek ezek, és akkor utána már bosszúból is egy csomóan mennek tulajdonképpen, úgyhogy én azért láttam ott egy-két rendőrnek a szemébe azt, hogy meg hát... Tehát meg azok még a rendőrök voltak, most már pártkatonák vannak. Tehát ne felejtsük el, hogy a rendőrségnek, az állományának egy elég jelentős százaléka 2006 óta leszerelt, és nem csak anyagi okokból, mert most már megfizetik őket, hát na, hogy megfizetik, hát csak ők védik őket. Tehát a rendőrnek igazán ma már nem nagyon van mire panaszkodnia anyagi szempontból, viszont az, ahogyan néznek rájuk, mikor megmondja, hogy hát rendőr vagyok, és tényleg a kurva. Gyakorlatilag elveszett a társadalmi megbecsülést, most már a diszkóban a nigger az menőbb, úgyhogy most már a jelvénnyel csajozni se lehet. Aki már ott van, az elmúlt egy évben megtette volna, hogy ezt abba hagyja. Neki volt egy esküje, én minden évvel ismételtetném vele, abban szerepel egy mondat, hogy hazafiként fogok élni, meg még egyébként sok másik is, de az nem, hogy pártkatona leszek, azzal, hogy ő ezt elvált, és az elmúlt egy évben is itt maradt, sőt, most már kettő, legyen, sőt, már kettő, ilyen régen és volt. És egyre rosszabb a helyzet. Akkor most már sajnálom, én megmondtam itt hát most már volt ugye bennem nyomás, itt amikor a bulinkra jöttek a rendőrök, hogy látod, most itt állsz, mint a fasz, nem is tudsz mit szólni, mert tudod, hogy igazán van, tudod, hogy politikai parancsra jössz ki, majd ezt magyarázd meg, amikor a üveges szemmel néz a kislányod, mert föl vagy akasztva. Szar. Tudom, szar. Nem kellett volna kijönni. Se ide, se máshova. És elszégyelték magukat. Most itt valamit mutogatsz nagyon. Mi csak történt? Azért, hogy tudod, néha meg szoktad nézni, hogy minden rendben van. Csak azért. A képernyőn? Igen, jó, igen, akkor most igen, van. Olyannyira egyébként, hogy Fangadej, te vagy egyébként a szakember ennek. Én írtam egy ilyen rögtönzött rap számot. Mielőtt jöttél, ez azt igazából másfél perc volt megírni, de én azt hiszem, hogy igazán tehetséges vagyok, úgyhogy én ezt előadnám neked, és szeretnék egy őszinte Jézusom. Kritikát. Én amikor a képernyőn megláttam... Kimehetek addig? Én azt hittem, Fanka fog rappelni. Nem. Ugye, mi kimegyünk rappelni, mikrofont elveszünk. Ugye én nem tudok énekelni, semmi zenei vénám, tehát nagyon, nagyon jó lesz szerintem. Csak egy annyit szólnék közben, hogy ezt nem tudom, észrevettétek-e, hogy a rendőrségi jegyzőkönyveket nagyszerűen lehet rappelni. Igen. Várja, van itt egy? Itt mindig van. Egyre kellemetlenbb érzem. Az a baj, hogy annyi rendőrségi jegyzőkönyvet hagytál szét, hogy most egyet se találunk, pedig igen. Van. Figyelj, blogin, kezdjél be. Na, figyeld, nagyon jó lesz. Rám számíthat a testvérem, meg minden spanom, nem vagyok cigány, én a vérem adom. Nemzeti színű lobogóra te csak faszod vered, mi a gyárlakok, már ismerjük a neved. Csurkapista, Orbán Viki, meg a kóssal ala, nemzetgyalázástól áll a köcsögök fasza. Mi vagyunk a jobb ereper gengszer fasz a csávok, de hazudnak rólunk, folyton a zsidrákok. Hő, he, hő, há. Azt gondolom, hogy mehetünk tovább a következő hírre. Szerinted mennyire vagyok profi? Hát, hanglejtésben Gangster Zoltán után teljesen. Mindenképpen azt gondolom, hogy szerintem összeállok a Dopemannel. Igen, illetve volt még, szerintem amit talán ti is láttatok, az Pink the Hungarian rapper azért az ő nyomdok. Jó, de ő legalább föllép, tehát ő komolyan gondolja. Igen. Nem vagyok a műfajavatott ismerős, hogy ez most hozzászóljak, vagy véleményel. Ilyen diplomatikus. Hála jó Istennek, ez természetesen nem volt semmi köze a rappeléshez, de ettől függetlenül ilyen rémaranyos volt, de ennyi tulajdonképpen ez az ügylet. Na visszakanyarodva egy kicsit még a rendőrökre, valóban én is úgy gondolom, hogy ahogy Tomket mondta, hogy ez itt a TV ostrom ebből a szempontból, tehát a rendőrök és a hazafiak viszonyott, meg a TV ostrom volt egy ilyen fordulópont, mert azóta gyakorlatilag ez tényleg átment egy ilyen háborús helyzetté. Tehát hogy ti mondtátok, hogy nektek a bulitokon is megjelentek a rendőrök, hát nekem is volt egy érdekes élményem a közelmúltban, mert ha már rádióműsorban vagyok, akkor elmondom, hogy nekem augusztus 8-án született meg a harmadik gyerekem, egy kisfiú, és néhány barátommal elmentünk ezt megünnepelni. Hát természetesen ott is megjelent a rendőrség, pedig igazából semmi különösebb hangoskodás, vagy olyasmi jellegű dolog nem történt. Érdekes módon mégis egy csapatrendőr benyomult a helységbe, és jó, senki mással nem... Ki. Hogy? De ti úgy is néztek ki. Aha. Senki mással nem foglalkoztak, csak velünk, és igazából ott is utána, vigyorogva elmentek, amikor ugye megkérdeztük, hogy kinek a hívására jöttek, mert mint kiderült, a hely nem hívta őket, a házlakói nem hívták őket, csak mosolygás volt a válasz arra, hogy ki hívta őket, és gyakorlatilag az igazoltatáson kívül nem történt semmi. Csak hát azt hiszem, hogy mi most már ebben a szituációban
élünk, hogy hát ugye a nagy testvér szeme mindenhol rajtunk van, és ugye ez a rendőre járt a jelzés. Addig jó, amíg ezzel röhögünk, csak az lesz arroz, hogyha ezek tényleg gumibotozni jönnek, és nincs hova fordulnod. Mert hogy hát ő köztudott lesz, hogy ezt érdemeljük. De ugye, a mellemre is, papi. Volt ilyen, tehát 20 éve tudtad, miért üt a rendőr. Így van. Most egyelőre még nem tartunk ott, hogy üt. De azt hagyja, hogy te nem tudod, de ő se tudja. És már ő se tudja, miért üt, igen. Persze, hát meg ne felejtsük azt se, hogy még emlékszem arra, még ilyen ifjú fradi huligán koromból, hogy akkor azért tányérsapkás rendőrök rohangáztak utána, akinek a futás közben leesett még a sapka és a fejéről. Most már azért más erővel áll szembe, amikor rendőrrel áll szembe, és ugye hát nyilván ez is, ne is folytassuk, ugye mindenki tudja, ez izraeli vízágyú, stb. Milyen pénzekből, meg hogyan van felfegyverezve ez a magánhadsereg, mert gyakorlatilag most már ez a hadsereg. Uh-huh. Én egy mondatot, bocsánat, hogy... Kapsz egy ilyen pólót, csak egy mondatot. Alá bocsánat. Igen. De annyi, hogy amit az elkezdtem így pedzegetni egy kicsit, hogy tényleg egy szörnyű öngerjesztő folyamat, mert hogy a rendőrség ugye, ezt nyilván érzi egy rendőr, hogy akkor ő most milyen közszeretetnek örvend, és utána erre neki van egy reakciója pszichológiailag, hogy akkor már csak azért is szivatom a népet. És ez így tulajdonképpen ez így megy, egy ördögi kör, és egyre rosszabb a helyzet, mindig egyre mélyebben van ez a dolog. Hát én azt mondom, inkább azok a prosztók, akik csak azért mennek el rendőrnek, mert lehet ütni, és nagyon sok ilyen van, tehát ne legyünk eltévedve. Na most... A rendőröknek állítom legalább a fele, csak is azért megy rendőrnek, mert ott nyugodtan bűnözhet. Hát Asperger szindróma. Ezt olyasmi, nagyon csak ez már egy ilyen ávó effektus, tudod, hogy annak azért meg ez vissza is üt. Tehát egy idő után, amikor eléri az Asperger biztos egy ávós liszt volt. De a rendőrségről egyébként eszembe jut itt az elején, amit nem olvastam, vagy nem beszéltünk róla, pedig nagyon-nagyon fontos hír, hogy ellenem vádat emeltek. Na most az ügyvédem, dr. Futó Barnabás, aki azért nem kezdő, mert benne volt a Kulcsár ügybe is védőként, meg még egy jó pár ilyen súlyosabb ügybe, és 35 éve védőügyvéd, ő azt mondta, hogy ő ilyen vádiratot még nem látott. Mégpedig azért például az egy dolog, hogy a rendőrségi szakértő ez megállapította, hogy kérem, itt atombomba készült a cukorból. Az egy dolog, hogy becsatolták az élelmi szakvéleményt, mert azért valamit be kell, de a szakértőt nem idézték, és még csak nem is értesítették a tárgyalásról, és én most borítékolom, hogy a büdös életben nem fogjuk a tárgyaláson látni, mert nekem három szakértőm van, aki az ellenkezőjét mondja, de nem csak ez az érdekes, hanem ugye azt tudjuk, hogy ők már 2007. februárjától engem lehallgattak, és nem csak lehallgattak, hanem mindenféle titkosszolgálati eszközt bevetettek a megfigyelésemre, tehát ez kiderül, egy jó nagy ilyen révai lexikonyi papír gyűlt össze ebbe az ügybe, hát ugye a büntető ügyek azok ilyen terjedelmesek. Voltak itt hálózati személyek, akiket rám állítottak, besúgók magyarul. Mondjuk ilyeneket jelentettek, hogy mi az e-mail címem, és akkor lejelentették a tartalék címemet, amit 20 évente egyszer használok. Meg ilyen spammeket arra lehet küldeni. Nagyon ügyesek. Meg volt, hát ugye azt lefigyelték, jelentették, hogy én hol mit csinálok, az e-mailjeimet letöltögették, ahonnan tudták persze, mert ugye saját szerveren keresztül megy az is, tehát már meghaladta a tudásukat. Tehát egy félelmetes, hogy milyen apparátust bevetettek. Már azelőtt, ugye ez azért érdekes, hogy februártól figyeltek meg engem, mert az a rendezvény, amit én állítólag fel akartam robbantani, ezt áprilisban jelentették be. Addig arról szó nem volt. Ők már februárban azt tudták. És az meg a másik dolog, hogy az iratismertetésnél az ügy végén nem közölték a lehallgatásnak az okát, az csak úgy volt. Hát ez azért egy hozzáállás. Igen, de innentől törvénytelen, mert egyébként is ugye törvénytelenül rendelték el, mert olyan bűnügyekre hivatkozva rendelték el, amik nem léteznek, mellékes. Szóval a dologban az érdekes még, hogy a vádiratban nem is hivatkoznak ezekre a titkosszolgálati megfigyelésekre. Az nincs. Ők feltételezik, hogy. És nincs ott ez az anyag. Tehát magyarul ezt ők is tudják, hogy törvénytelenül gyűjtötték be ezeket az adatokat, semmi probléma. Ők így megfigyelgettek engem. És most arra alapozzák, hogy egyrészt ők azt állítják, hogy én robbantani akartam, és alátámasztásként beterjesztették annak a kisrácnak a vallomását, akivel én később beszélgettem, és föl is vettem a beszélgetést, és ez kín is volt a bombagyáron, amikor elmondja, hogy őt a rendőr megfenyegette, hogy ha nem van rám, akkor tönkreteszi az életét, kirúgatja az iskolából, nem lesz munkahelye, mi egymás. Ezt a srácot beidézték tanúnak, de nem csatolták be ezt a hangfelvételt, amit én beadtam. Viszont mellesleg a nyomozó, aki az ügyben nyomozott, az becsületsértés miatt följelentette engem, mert a hangfelvétellel lehülyéztem őt. Tehát elfogulatlan a nyomozó úr, tényleg, teljesen. Jaj, hát én ehhez nem szeretnék hozzászólni, egyetlen dolog csak, hogy egy kiadatlan fanködeli számba reppelem, hogy nálam van ám otthon cukor, meg jó pár darab szappan, nehogy ám az őrsöt tényleg felrobbantsam. Jó, igen, egyébként ijesztő. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy ha ennek lesz ereje is, mert most nincs, mert most még röhögünk rajta, akkor az onnantól elég rossz lesz. És azért mondom, hogy most kéne még megfogni,
És hát nem tudjuk. De én kaptam születésnapomra egy egész karton száraz szappant. Ezt most a legkomolyabban mondom, ott van a... Az ott... mire jó, mert én lőgyapotot meg lőport tudok csinálni, de szappanból mit lehet csinálni? Semmi, de fekete. Tehát fekete, egy egész karton fekete, valami, most érted, rá néznek. De ez miért? Tehát ott dolgozol, gyártja, és biztos semmi jót nem hoznak ki belőle, hogy jó, hát kiindulva abból, hogy mikor lementek Szegedre razziázni, és így a fűnyírógéből leeresztették a gázolajat a hülye majmok, hogy majd ez a robbanóanyag. És hozták föl Pestre a srácokat, így puskacsővel toszogatva, hogy na, vallomást tegyél. Mondjuk a csúcsajándék, az egy ismerősöm nagyon szeretett pukkazgatni ezt a nem tudom, légbuborékos baromságot, és egyszer vettek neki egy ilyen nagy bálát. És a lelkesen bontottak, hogy mi lehet, ami ilyen törékeny, és ennyire, és nagyon nagy, és íze, és bontja, fogyott, és hát a végén a levegő, mert hát íze ezt kapta. És az a csalódás az arcán. Tehát az az igazi csalódás, hogy mennyire szar nekem. De utána pukkazgatott. Körülbelül ilyen csalódást képzelek majd az ügyész arcán, amikor az ítéletet kihirdetik, hogy fölmentenek, mert nem tudnak más csinálni. Na de ne előre a medvebőrére. Nézzük, mit csinál Morvai Krisztina. Morvai Krisztina büntetőjogász vezeti a jövő évi európai parlamenti választáson a Jobbik Magyarországért mozgalom listáját, jelentette be a szervezet keddi budapesti sajtótájékoztatóján Vona Gábor elnök. Kérdésre válaszolva a Jobbik elnöke azt mondta, átütő eredményre számítanak, azaz arra, hogy jócskán és magasan átlépik az 5%-os határt, pontos értéket azonban nem említett. Most erről a jócskáról annyit egyébként, én a Vona Gábornak fölrónám így adásba, hogy nem kell kinyalni a Fidesz seggét. Tehát a Fidesz szavazók, azok nem azért Fidesz szavazók, mert nekik csak az Orbán felel meg az ő irányvonala, meg Orbán Viktor már van egy. Tehát nem kéne a gárdát elhanyagolni, nem kéne a gárdát letiltogatni, nem kéne a gárdát visszafogni, mert a gárda nem fogja fölgyújtani az országot. És kb. Le van szarva, hogy hogy sípákolnak az ilyen mindenféle bolgár györgyök meg ilyenek a gárdáról, mert ők nem tényezők. Jó, nekik is van egy darab szavazatuk, csak hogy aki meg a gárdára szavazna, abból megvan mondjuk 2 millió. Kicsit többet ér, nem? Tehát fölösleges ezekkel foglalkozni. De van a Gábor politikáját, ugye már mi is bíráltuk, meg ő is minket, meg nem tudom. De hát alapvetően ugye az tény mellett, hogy most jelenleg a Jobbik az az erő, ami legközelebb áll hozzánk, és ott van a porondon, csak hát meg kell jegyezni, hogy még sokunknak ez sem biztosíték. Tehát a Jobbiknak még nem volt alkalma arra, hogy olyan igazán nagyot domborítson. Ezt megtette a Magyar Gárdával, amivel kapcsolatban ugye most már vannak nézeteltérések, amik, ha nem is publikusak, nem is beszéltünk róluk túlságosan, ezek jelen vannak. Nem tudom, Vona Gábor tudja, merre megy, én nagyon remélem, mert azért ő egy reménység, mármint amit ő visz. Én igazából attól tartok, mondjuk, tegyük hozzá, ez zseniális dolog, hogy összeálltak a Morvai Krisztinával, hogy ő lesz a jelöltjük. Ez nagyon jó, persze ez a Krisztinának is megköszönjük, hogy a megfelelő politikai erő mellé állt, és nem mondjuk a Viktorék mellé. Na most ezzel nyilvánvalóan a Fidesz szavazó tábornak egy elég jelentős része észre fogja venni a Jobbikot, és rokon szenvezni kezd vele, de ennek ellenére nem kéne abba hagyni azt a radikális vonalat sem, amit még 2006-ban képviseltek, tehát én megmerem kockáztatni azt, hogyha ma lenne a TV-ostrom, akkor már nem állna oda a Jobbik az ászlóival a kapuba, ugye az ostromlók mögé 2 lépéssel, és nem vállalná be azt, hogy másnap erről sipákolnak az összes TV-ben, rádióban, úristen, ott a Jobbik zászlója. Meg mondjuk a Tarlós István sem biztos, hogy bevállalna azt, hogy elhagyja a francba azokat, akik azt mondják, hogy határolódjon el a Jobbiktól. Szóval nem kéne puhábra venni a figurát a Jobbiknál. A Krisztina az rájött arra valóban, hogy itt nem járható az az út, amit a Fidesz kínálgat. Meg ugye hát tudjuk, hogy a Fidesz hova tartozik, tehát most már ők fogják váltani az SZDSZ-t. Sőt, szerintem igazából már arra játszik az a nemzetközi lobby, aki ugye tudjuk, hogy honnan származik, hogy az egész MSZP-SZDSZ bagást kidobja a francba, és helyére üteti a Fideszt egyedül. És az így is lesz, figyeljétek meg. Tehát a Jobbiknak egy fals elképzelése lesz, hogy ő majd a mérleg nyelve lesz, mert nem egy az egybe lesz lemásolva az, ami eddig volt, hogy van az MSZP és az SZDSZ, és csak együtt érnek valamit, hanem a Fidesz egymaga el fogja érni a 2/3-ot, és a Jobbik az örülhet, hogyha mellé ülhet. Nem lesz igazából szerepe a parlamentbe, be kell jutni, be is fog jutni, remélem, de ne tartsuk túl sokra ezt az eredményt most. Ez egészen más eredmény lesz, mint hogyha mondjuk 98-ba vagy 2002-be jutottak volna be. Minden esetre azért én örülök, hogyha bejutnak, és remélem, hogy még nagyobbra is nőnek. Csak ne hanyagolják el azt a vonalat, ami miatt az emberek a Jobbikot választották. Itt most nem a parlamentben dőlnek el a dolgok, hanem az utcán, meg az átlagemberben, akik mi most ülünk, akiket beszélünk, akiket képviselünk. És ez nincs mindig meg mostanában a Jobbiknak. Nem tudom, hát nehéz, ezt már beszéltük, hogy a politikai lavírozás van ott is, hát ez egy párt, és politikusok vannak benne. Csak eddig ezt annyira nem láttuk. Tehát eddig ez olyan emberarcúak voltak, és akkor most már nekik nagyon oda kell helyezkedniük, hogy beférjenek.
mondom, eddig még olyan nagy problémát nem látok, csak ne adják fel azt, amiért eddig. Szóval azért válnak ki emberek, meg hallunk ilyen-olyan dolgokat. És ha már szóba került itt volna Gábor és Morvai Krisztina, ugye szombaton lett volna egy rendezvény, most már csak azt mondhatom, hogy lett volna egy rendezvény a Hősök terén, ahol ők ketten is szerepeltek volna, vagy mondtak volna a beszédet sok más ember, mint Budaházi Gyuri vagy Torockai Laci mellett. Na most ugye mi is felléptünk volna ez a rendezvényen, mint zenekar, és most szerintem ez lehet, hogy most itt a Bombagyárról lesz először hallható a médiában, mert én is csak egy órával ezelőtt tudtam meg, hogy ez a rendezvény elmarad most szombaton, és elméletileg majd szeptember 20-án kerül megrendezésre, amire ugye a Gyurcsány úr áttette ezt a magyar kartás bohockodását, úgyhogy ez egy abszolút friss hír, tehát hogy nem most szombaton, hanem... De ennek van-e köze ahhoz, hogy a Kuruc Infón ma megjelent egy elég bíráló cikk, hát mondjuk itt, az ő stílusukban bíráló. Mondjuk olvastam ezt a cikket, amire gondolsz, itt ez a Mömmel kapcsolatos cikk, ugye, arra gondolsz? Igen. Hát én azt gondolom, hogy mondjuk nyilván tehát a Mömnek a szervezése az volt, amikor hagyott maga után kivetni valót, ugye mi nem egyszer voltunk ott, ugye nekünk is egy kisebb, vagy hát nem konkrétan nekünk, de a súródásunk ebből fakadt, hogy ugye volt egy olyan rendezvény, ahol tehát nem elég körültekintően gondolkoztak abba, hogy mondjuk a elektromos művek az nem fog áramot biztosítani akkor, amikor ők kérik, hanem ott azért kellett volna nekik alternatív megoldásokat találni, így fordulhatott el, hogy már rég tartania kellett volna fél órai rendezvények, és még mindig nem volt áram igazából a helyszínen. De én azt mondom, attól függetlenül azért, ugye hát ők igyekeztek szervezni, meg hát ők voltak általában bejelentők, tehát ezt a fajta kuli munka részét végezték el ezeknek a rendezvényeknek, és mondjuk ilyen durván neki rohanni szerintem ennek nem sok értelme volt azt a Kuruc részéről, már ennek a MÖM nevű csapatnak. Mindegy, ettől függetlenül én is azt a nézetet osztom, hogy tehát igazából nekünk ezzel a szeptember 6-án nem nagyon volt mit most ünnepelni, tehát pont a Gyurival, Budász Gyurival beszélgettünk még előző nap délután, hogy tehát ne a Gyurcsány Ferenc találjon ki nekünk ünnepeket, meg gyűléseket, hogy most akkor szeptember 6-án mi gyűljünk össze, meg az egy jó meglátás, hogy ő tulajdonképpen kihívta a Grundra az ellentábort, és utána meg nem jött el vagy utána meg visszamondta. Igen, aztán majd megmagyarázzák, hogy az erkölcsi győzelem így is az övék. Viszont a másik fele meg az, hogy én meg azt gondolom, hogy tehát ez a szeptember 20-a, hogy tehát akkor át lett téve arra, mikorra ugye tovább csúsztatta ezt a megjelenést, ezt az utcára vonulást, amit annak gondolom, mondjuk nem tudom, hogy hányan lesznek mögötte, vagy egyáltalán lesz-e. Mert hát a mostani belpolitikai helyzetet nézve, én abban sem vagyok biztos, hogy szeptember 20-án még Gyurcsány Ferenc lesz itt. Biztos, hogy lesz, mert ennek meg kell lennie. Szerintem utána buktatják, csak az a probléma ezzel a lecsúsztatással, hogy most ugye az, hogy későbbre tették, eddig úgy volt, hogy a Gyurcsány rászervezett a MÖM rendezvényére egy ellentüntetést. Így van. Tehát ők jöttek hivatlanul, na most ez megfordul. Igen. Ezáltal. Egyébként beszélgettem délután a Kuruc Infósokkal, kérdeztem, hogy mi volt ez, és mondták, hogy azért azt kell tudni erről a anyázó cikkről, mert másnak nem lehet nevezni, ami megjelent a Kurucon, hogy egyrészt a Budaházi az nem nagyon örült ennek, nem szerette volna, ha ez kikerül, mert neki nem annyira osztotta, vagy hogy mondták, ezt majd a Budaházi megmagyarázza, hogyha akarja. Igazából mi a Bombagyár részéről ebbe az egész nem akarunk beleszólni, mert nem vagyunk érintettek. A másik viszont, hogy azt állítják a kurucosok, és állítólag mire ezt itt beszélgetjük, már meg is jelenik ez a Kuruc Infón, hogy a Kovács Géza, a MÖM-nek az elnöke, az elég csúnyán megfenyegette az egyik Kuruc Infóst, mégpedig úgy, hogy az egyik börtönben ülő 8 évre ítélt, hát nyilván nem cukorlopásért, 8 évre ítélt barátját kérte meg, hogy SMS-eket küldözgessen neki a börtönből. Hát mondjuk, hogy küld onnan SMS-t, ugye hát ez mindenkinek a fantáziájára van bízva, de állítólag a Csobai Noémi nevű publikátort nagyon súlyosan megfenyegette ez a sittes emberke. Hát, hogy ebből mi igaz, azt nem tudom, tehát innentől tényleg menjetek a Kuruc Infóra, mi pedig ezzel be is szüntetjük a postás szerepét, és szerintem nézzük a következő hírt. Csak egy mondat, bocsánat. Hogy talán te, mint zenész, mondjuk ezt a párhuzamot lehet, hogy jobban érted majd, vagy azért páron biztos azok közül, akik hallgatják, hogy az olyan, mint amikor van egy csapat, és akkor rá szokták mondani, ez most sajnos egy ilyen angol kifejezés lesz, de ugye, hogy egy ilyen underground dolog,
És ugye hát a Jobbik az egy underground dolog volt jó pár évvel, vagy pár évvel ezelőtt még, az teljesen párhuzamot lehet ezzel hozni, és én világértem azt láttam, hogy, hogy amikor van egy underground csapat, és hogyha az tényleg valami frankó dolgot csinál, és elkezd egyre feljebb jutni, akkor, akkor ezt most nem, ezt a részét már nem akarom a Jobbikkal párhuzamba hozni, de ez egy nagyon nehéz dolog, ugye amikor az undergroundnak jön a másik oldal, hogy elmainstreamesedik az ügylet, amikor egyre többen vannak a játékban, egyre többen ismerik, és akkor például, hogyha a rappet hozzuk föl példának, minél ismertebb egy rapper, annál jobban nem mondja azt, ami tényleg a szívén van, elhagyja a csúnya szavakat, stb. Tehát így elpuhult tulajdonképpen ez a dolog, és hát azt gondolom, hogy én a, ilyen szinten a politikában abszolút nem vagyok járatos, nem tudom, hogy működnek ezek a dolgok, de az biztos, hogy a Jobbik, lehet, hogy ez most nagyon csúnyán hangzik, de azt gondolom, hogy tényszerű, hogy mainstreamesedik, mert most már tényleg mindenki legalább tudja, hogy van, még tök mindegy, hogy mit gondol róla, és egyre többen ismerik, és egyre többen szerintem is gondolkoznak azon, hogy lehet rájuk is szavazni, és hát nekik pedig egyre jobban kell lavírozni, hogy akkor most tényleg hogy kell ezt, azt, amit ők képviselnek, kivetíteni a társadalom felé, és amiben ti ugye kritikát fogalmaztatok meg az előbb, ez egyfajta elpuhulás, azt gondolom, hogy ennek egy kikerülhetetlen metódusa, és ezt nyilván majd ők kezelik, ahogy kezelik. Hát erről annyit talán, hogy az elpuhulás meg a mainstream, Horthy Miklós soha nem volt underground. Meg még egy mondat. A népszerűség keresése az ugye semmiatti puhulás, az a művészetben ugye kurvulásnak nevezzük, politikában meg végül is tény, ez a működés alapfeltétele. A sikeres működés alapfeltétele. De lehet, hogy hülyeséget mondtál is ezzel a dologgal. Nem, ma jelenleg úgy működik a politika, hogy valóban annyira buták az emberek, nem is a politika működik így, nem tudsz máshogy hatni rájuk. Úgyhogy... Én rengeteg emberre beszéltem az idők során, akik konkrétan, hogy kimondod azt, hogy Jobbik, és így megrettennek. Tehát így félnek. De ma már egyre kevesebb. Hát nyilván, aki utána egyet. Néz kicsit a dolgoknak, de... Hörgés vége. De valószínűleg ez, valószínűleg, hogy ennek van egy ilyen aspektusa, ennek a dolognak, hogy megrettennek az emberek. Egy decemberi kormányrendelet értelmében nem léphetnek be Magyarországra és nem tartózkodhatnak az ország területén az emigráns tibeti közösség tagjai. A kormánydöntés miatt elviekben a dalai láma sem látogathatna hazánkba. Az igazságügyi és rendészeti minisztérium jelezte, egy szakértői csoport hamarosan megvitatja a kérdést, bár, mint ahogy egy tisztviselőjük elmondta, szó sincs tévedésről. A külügyminisztérium 2008. augusztus 28-29-én emberi jogi konferenciát szervezett Budapesten, ahol dr. Göncz Kinga miniszter asszony a konferencia megnyitóját követően úgy nyilatkozott, Magyarországnak részben Kínával van egy emberi jogi párbeszéde. De erre azt tudom mondani, hogy hát ilyet még Hitler sem csinált. De tényleg. Azt mondtad az előbb, hogy hát erről a hírről lehet beszélgetni, vagy érdemes, vagy nem tudom, de hát... De egy mondat is kérjél, bocsánat. Elnézést, még egy mondat, de én speciál erre tényleg nem tudok mit mondani. Hát erre nem lehet mit mondani. Tehát ez talán annyit, hogy Kínának Izrael az egyik legnagyobb barátja. Nem tudom, ez így veti-e a fényt innentől már. De mi az, hogy részben Kínával van egy emberi jogi párbeszéd? Ezt értelmezzük ezt a mondatot. Mi az, hogy részben? Tehát néha neki is szólnak? Ki a másik jogpár? Nem tudom, hogy az emberi jog szó összetétel a Kína szóval egy összetett mondatban hogyan szerepel. De mi az a párbeszéd? Vele Kína válaszol? Tehát kinézett Kínából azt a kommunista Kína, hogy mit mondott Magyarország? Ja, hát igen, azt elnézést. Mi nem vesznek több porcelánt? Mondjuk azt azért tegyük hozzá, hogy... Ha emberi jogokról van szó, akkor Kínának abszolút lehet Magyarországgal. Lehet, hogy tanácsot adnak. Igen, lehet. Tehát akkor de arra van már ilyen tanácsadó szerintem, hogy külföldről. És ebben az a legszomorúbb, hogy ez is egy iszonyatos dolog, tehát tényleg nem nagyon jut szóhoz az ember, de nekem meg az a tapasztalatom, hogy tehát lassan már úgy néz ki, hogy a határon túli magyarok se nagyon, főleg ugye gondolok itt Kárpátaljára és Délvidékre, hiszen ők ugye nem uniós országok, nem nagyon juthatnak be Magyarországra lassan. Én ezt csak onnan tudom nagyon-nagyon közelről, mert az én feleségem az egy délvidéki származású magyar lány, és az ő családja mondjuk, hogyha meg akarja nézni az újszülött gyerekünket, akkor jó esetben mondjuk kapnak egy
10 napos beutazást Magyarországra, amikor még szerbül se tudnak, tehát annyira magyarok meg kis faluban élnek, és ott igazából mindenki magyar. Tehát lényeg az, hogy 3 hónapon belül 10 napot utazhatnak be Magyarországra a saját unokájukat megnézni. Tehát nagyjából ennyit erről az országról. 2008-ban mindezt. 2008-ban mindezt, hogy tegyük de hozzá. De azért örüljünk, mert most jelentették be, vagy nem tudom milyen tótum faktumok, hogy Szerbia 1 éven belül EU tagállam lehet. Hát nyilván már teljesítette azokat a szigorú követelményeket, ami ugye emberi jogok, meg ilyenek, ami ugye kell ami ahhoz, hogy ez a csodálatos annak idején. Társaság, igen. És még azt is tegyük hozzá, hogy ugye most én emlékszedett a fiam, ő minden további nélkül lehetne szerb állampolgár, minden vita nélkül, sőt, ilyen olyan támogatásokat is adnának a szerbek. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy szerintem ez az ország, amiben élünk, Magyarország az egyetlen olyan ország, aki nem kap az alkalmat, és örül annak, hogy még egy állampolgára lehet, mert én úgy gondolom, hogy akár szerbek, örökök, bárki az Amerikában akárhol élő nemzetiségieknek megadja az állampolgárságot. Vagy például tegyünk tehát említést. Igazából, erre nem is tudunk mondani, ellenpéldát, szerintem csak Magyarországot. Igen, ez egy furcsa öngyilkos nemzet, és az a durva, hogy nem fogjuk fel, hogy ez igazából nem öngyilkosság, ami itt történik. Nem a nemzet csinálja magának. Tehát ez az, amit így mondogatnak, hogy hát nem értjük, hogy a magyarok miért ilyen melankolikusak, meg nem értjük. Ti nem értitek, valóban. Na, és nem is fogjátok valószínűleg. De ez akkor is elbűvölő, hogy Magyarországnak részben Kínával van egy emberi jogi párbeszéd. Hát ez csodálatos. Reméljük, hogy jutnak valamire. Reméljük. Na, ha a blogin visszaül a helyére. Igen, figyelek. Akkor megtudjuk, mit csinált a rendőrség a múlt héten. Összehangolt akciót tartott a rendőrség a színes fémlopások felderítésére Budapesten és az ország több pontján. Ennek során mindösszesen 1 embert állítottak elő a fővárosban, és én meg akartam valamit mondani a kínai hírhez. Méghozzá azt, hogy... összeszedett adás. Ez az ugye India adott ki egy ilyen... Úgy mosolyog, olyan gyanúsan mosolyog. Nem, reppelek, hogy India adott egy ilyen sárga könyvecskét, szóval ez a hivatalos, vagy hát félhivatalos ilyen tibeti valami, amit nem fogad el Magyarország, és legjobb ezt nem olvastuk föl, hogy ugye itt él 6 éve egy tibeti emigráns, a tibeti emigráns parlament volt képviselője, Csügyal Tenzin, a tankapuja buddhista főiskolán tanító tibeti szerzetes, és őt most szeptember 8-i hatállyal kitiltották Magyarországról. Az milyen? Tehát 6 éve itt él, és hát most már nem. És ezért ez elég kegyetlen, fogták és kitiltották az országból, tibet pártisággal ennyi, tehát gyakorlatilag, hogy amit a kommunisták, de hát már ezerszer elmondtam, amit ott a kommunisták csinálnak, pont nekünk kellene a legnagyobb pofájúnak lenni. Hát figyelj, én örülök azért még, hogy mi még itt vagyunk. De... Igen, tehát minket nem tudnak hova kitiltani. Dehogy nem, ne aggódj el felől. Rajta vannak azért. Összehangolt akciót tartott a rendőrség a színes fémlopások felderítésére Budapesten és az ország több pontján. Ennek során mindösszesen 1 embert állítottak elő a fővárosban, és összesen 400 000 forintnyi bírságot szabtak ki. Az országos akciót egy hétig szervezte a rendőrség méghozzá a legnagyobb titokban. Ennek ellenére több olyan fémhulladék átvevő telep is bezárt az akció napján, melyek egyébként még a hétvégén is nyitva tartanak. A fővárosban több olyan hulladék átvevő van, ahol egyáltalán nem jártak. Eszembe jut egy 90-es évek végi történet. A VPOP kitalálta, hogy le kéne már kapcsolni az illegális pálinkafőzőket az Alföldön. Na most nem arra gondoltunk persze, hogy a Józsi bácsi főz egy liter kisüstit, aztán megissza, hanem akik úgy 100 000 liter szám nyomják, ez egy elég nagy maffia települt rá a mai napig. És érdekes módon erről nem is nagyon beszélnek sehol. Ez egy teljesen érinthetetlen üzlet. Na, elmondom, hogy miért érinthetetlen. Gondolkoztak így a fiatal vámtisztek, hogy mit lehetne ezzel csinálni, hogy lehetne földeríteni, és az egyik előállt egy nap ötlettel, hogy hát srácok, bérelünk egy kis repülőt, ráteszünk egy infrakamerát, és elkezdjük megnézegetni a tanyákat. Amelyiken megy a fűtés, meg forró a kémény, ott valószínűleg valamit nagyon főznek, és oda kimegyünk razziázni. Ó, fasza, izé meg lesz, kiállt a repülőgép, minden, azt hiszem Budaörsről akartak indulni, beszállt a VPOP-s tiszt hátul, ez ilyen egy Cessna 172-es volt, VPOP-s tiszt meg a pilóta, meg minden. Egyszer csak így megcsörrent a pilótának a saját mobiltelefonja, és bejelentkezett rajta egy hang, és mondta, hogy figyelj, köcsög, a fő mer szállni, lelőjük a gépet. Le. Hoppá, a gép nem szállt föl. Na, ennyit erről a dologról. Hát valami ilyesmi lehet így a fém is, nem? Valami... Igazán... Na most ebbe, várjál, bocsánat, ebbe az a szép ebbe az akcióban, hogy el ne felejtsem, hogy erről 4 ember tudott, a VPOP-nek a fejesei. Tehát ezt így leültek egy szobába, ami garantáltan poloskamentes, megbeszélték, és jó fasza ez lesz. De a pilóta azt se tudta, hogy hova megy, meg hova viszi ezt az embert a kamerával.
Milyen érdeket? A napokban történt, tényleg, és tényleg 2008-at írunk, mert én amúgy hajlamos lennék elfelejteni, hogy egy haveroméknál a tanyán a WC-nek az alumínium tetejét tényleg lelopják 2008-ban. Tehát, hogy még tényleg... 2007-ben nem lopták le? De, igen. Tehát, hogy, idén már nem. Tehát, hogy tényleg, és hogy tényleg mindenki, tehát nem csak mi, akik most itt vagyunk, hanem most kimegyünk az utcára, és bárkit megkérdezze, mindenki tudja, hogy a színes fém... Azok színes fémtől vagyok. Kell, tehát hogy mi a helyzet, és sok más dologgal is tudják az országban, hogy mi a helyzet, és azokkal se fog változni semmi egyelőre sajnos, és ezzel sem. Hát elfogtak egy embert, csak egy nem tudom miért. Egy embert elfogtak, igen. Egyet. De az csak úgy, de lehet, hogy semmi közem volt, csak elfogtak egy embert, az nem volt az egyik színes fém feldolgozó hely mellett, lehet, hogy pisült a falra, vagy valamit csinált, de hogy neki sem azért, volt azért, azért dolgoztak a fiúk 400 ezer forintos bírság. De most én is megkaptam, itt spam küldését 500 ezerre büntettek, ami a felső határ. De ők itt színesen is valaki kapott, tehát összesen többen kaptak 400 ezer, úgy ez az összes. Tudom, ilyen itt 40 ezer, 50 ezer. Tudod, mi pénz van egy ilyen fémhulladék telepben? Igen, tehát ez az ilyen kis bírságok, tehát gyorsabban hajtasz, az már most 200 ezerig fölrúghat. Hát Istenem, lehet. Na mindegy, van örömhírünk is azért. Nem jogerősen, de szabadlábra helyezte a Miskolci Városi Bíróság azt a kesznyéteni férfit, aki áramot vezetett zöldséges kertjének paradicsom karóira, hogy így védekezzék a tolvajok ellen. A bíróság az óvadék iránti kérelmet elutasította és elrendelte a 68 éves férfi szabadlábra helyezését. A végzés nem jogerős. Szepesi Zsolt, Monok polgármestere azt mondta, a kesznyéteni férfit szívesen várják lakóként a településre. Segítségképp önkormányzati tulajdonú lakást ajánlanak fel neki, hogy ott biztonságban töltesse napjait. A kesznyéteni áldozat egyébként elmondása szerint azt fontolgatja, hogy végleg Monokon telepszik le, vesz egy házat, és ott is kertészkedéssel foglalkozna. Hát mi más tehet? Tehát ezt azért tisztázzuk. Hát amit egész életében megmondom, már az ükapja is. Nyilván mind a négyen láttuk, gondolom én, javítsatok ki, ha nem, azt az összefoglalót, amiben ez a bácsi beszél az életükről. Nekem ott van YouTube-on a favoriteim között, és... Nem is az a riport a megdöbbentő, hanem az, hogy ez a TV2-n ment le. Az igen, igen. A TV2-n úgy látszik visszatért ez a lázadó részleg, aki engem is behívogatott annak idején, amíg a Talmudot meg nem feszegettem. Igen, és... Azért le a kalappal valaki előtt az igazságszolgáltatásba is, mert nem csak hogy szabadlábra helyezték, hanem elutasították az óvadék kéremet, tehát magyarul. Hát itt ingyen. Valaki nagyon az asztalra csapott. Valaki nagyon, hogy na jó, most már ebből elég lett. Durva, hogy ennek körülünk, de egyébként szerintem nem is lett volna ok, hogy ő ne kerüljön szabadlábra. Uh-huh. Tehát hogy az előzetes letartóztatásnak tudtam, hogy ugye három feltétele van, most ne jogászkodjunk. Négy, mindegy, nem kell jogászkodni, tehát de az anyag, hogy itt egyik se állt fönn. Tehát se szökés, se bűnek, újabb bűnöket és se tanúk. Baszogatása. Tehát igazából úgy nem, és már ennek is örülünk. Hát az történt, aminek történnie kellett. Viszont én úgy gondolom, hogy ez egy vízválasztó lesz a cigánybűnözés elleni harcban ez az ügy. Mert itt aztán tényleg most az egész ország észbe kapott, hogy hát de bazd meg, hát ez mi? Hát mit művelünk? Mármint, hogy ők mit művelnek. Tehát ez az ember tényleg az otthonát védte, most ezzel nem megyünk végig, mert lerágott csont. De én remélem, hogy ez az ítélet egy olyan precedens lesz, és ugye, ha szerencsénk van, akkor pont egyszerre fog megszületni az olasz-liszkai lincselőknek az ítéletével is. Tehát egy olyan fordulópont lesz, ami után máshogy fogunk tekinteni a cigánybűnözésre. Tehát időről időre azért ez a liberális nagy lepel, amit így ránk terítettek, ez fölfeslik. Tehát emlékszünk, amikor volt az olasz-liszkai lincselés. Most azt lehet vitatni, hogy azért került ilyen módon a médiába, mert pont akkor voltak ugye a 2006-os események, és el akarták terelni a figyelmet. Mert szerintem ez egy marhaság, én ebben nem hiszek. Tehát a nagy eseményekről nem lehet elterelni a figyelmet. Tehát nincs, hogy beteszünk egy hírt, és akkor hip-hop, az emberek nem veszik észre, hogy háború van. Tehát pont akkor volt az, hogy komolyan leírták azt, még a Népszavába is, hogy cigánybűnöző. Így, egybeírva. És cigány, 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 cigány mindenhol. Mert ennyire fölháborodtak ezen. Aztán rájöttek, hogy hát igen, ez a doktrinákkal szemben megy, úgyhogy annyira nem kéne, de ennek ellenére az mai napig foglalkoztatja az országot, és ez lesz a másik ilyen ügy. És remélem, hogy itt nem a bácsit fogják. Ugye 2012 előben. Környékére készülni kell fegyverekkel, mert itt úgy legyen, mert itt ez tényleg sajnos néhány éven belül még súlyosabb lesz a helyzet. Nem, ne úgy legyen. Nem lesz mert... valami változás. Hát te ezt mind gyakorló apuka, azért gondolom, hogy ezt átérzed, ezt az ügyet. Hát hogy ne, mondjuk hála Istennek én azt látom, hogy azért itt ebben a nemzeti gondolkodású körbe, hogy a magunk korabeli emberek javarészének, vagy legalábbis soknak van gyereke, vagy tervez gyereket. Azt hittem fegyvere. Hát az összesebbjének már lassan az is van. De hát nagyon úgy néz ki, hogy az állam
vagy hát ez az állam jó persze olyan, amilyen, de teljesen elengedi a kezét ugye az állampolgáknak, és na, még bele is úgy fest, ráadásul, hogy úgy fest, hogyha magadat nem véded meg, akkor nem nagyon fog megvédeni senki, de hát reméljük, hogy nem így lesz, mert nyilván sokszor kérdezték, pont a múltkor voltam egy közszolgálati rádióban, és ott is ezt feszegették, hogy milyen erőszakos cselekményekre készülünk, és hát mondtam is a riporternőnek, hogy nekem van három gyerekem, és nem vagyok elmebeteg, hogy olyan jövőt szánjak nekik, hogy itt polgárháború legyen, meg egymást öldököljük. Éppen ezért tesszük, amit teszünk, hogy ez az időszak ne következzen el, és ne ez legyen a jövő. Azért bátorkodtam mondani, hogy nem jó az, hogyha nekünk fegyverünk lesz. Nem azért nem jó, mert nem tudunk cigányt lőni. Az nagyon is jó lenne, csak az a baj, hogy jelenleg úgy néz ki, hogy még ha föl is fegyverkeznénk, mindenki otthon lapítana a homokzsák mögött, és lőni a cigányokat, akik be akarják törni az ajtót. Nem ez a jó, ez fordítva legyen inkább, mert ez mégiscsak a mi hazánk, és ők az élősködők. Tehát ez a problémám. Tehát jó, fegyverkezzünk, de akkor mi legyünk már a támadók? Ez konkrétan nem tudok hozzászólni, de nem tudom, hogy legyen-e igazam, vagy ne legyen igazam. Én úgy gondolom, hogy már nem kell sokat várnunk. Javítsatok ki, hogyha ti nem így gondoljátok. Én úgy gondolom, hogy nem kell sokat várnunk az első igazán komoly precedens önbíráskodásra. Szerintem érik. Én úgy gondolom, hogy benne van a levegőben. Én így érzem, és azt gondolom, hogy ha erre sor kerül, akkor az egy hógolyó lesz, amiből nagyon-nagyon súlyos lavina lesz. Túl vagyunk rajta sajnos, és nem mi csináltuk ezt az önbíráskodást. Ja, én azoknak a részéről gondoltam ezt, akik neked... Tehát visszafelé. Igen. Mm-hmm. Láttátok ti egyébként azt a felvételt, amiről sírikus van, de kim van az interneten, mikor valami 160 cigány bevonult Siófokra törni, zúzni, mert valami haverjukat kidobták egy kocsmából, na ugye még mi se hallottunk róla, a térfigyelő kamerák felvételeit felrakta valaki a YouTube-ra névtelenül, kusztustalan, ezek a kigyúrt baromállat cigányok, ez, amit így helikopterrel kéne agyonlövöldözni az összeset. Komolyan, ezek így mennek, rúgnak föl, törnek össze mindent, kirakatokat vernek be, embereknek ott beugatnak, hát lehet, hogy meg is vernek egyet-kettőt, ez nem látszik. De egyszerűen övék, ők így az urak, ők így fölvonulnak. Na most, amikor a magyar gárda fölvonul valahol, egekig ér a sipákolás, hogy úristen! Meg a rendőrök egekig érnek, ahogy egymásra hányják őket, el se férnek. Hát igen, de itt egy darab rendőr nem volt. És tényleg ezek a mocskos, büdös, sittes cigányok, ezek mennek, és ők a királyok. És semmi nincs, egy szó nincs erről a médiában. Sajnos ez a jövő, nekem is mondjuk van... Egy ember kiállt volna, hogy kalasnyikóval szétszaladok, azt azért hozzáteszem. Van néhány barátom, aki mondjuk így az éjszakában dolgozik, és vannak a régiók azért Magyarországon, mondjuk akiket én ismerek, ott a Tiszántúlon, aki egy ilyen, hát igazából ilyen diszkókban hidobog, tudod, ilyen ketrecharcos, meg erőemelő világbajnok, stb. Na most ők abban a megyében a diszkoknak a 90%-át megtisztították a cigányoktól. Tehát, hogyha van egy ilyen összeállt társaság, egy ilyen önszerveződő társaság, akkor hát föl lehet több azért csak hangoskodó. Hát igen, de sajnos ez, amit ott a videó láttunk, ezek nem csak hangoskodni mentek oda. És az a baj, hogy egyre inkább fölbátorítják őket. Csak hogy egy olyan fellépéssel találkoznak, akkor... Isten mentsénket attól, hogy az evolúció új szintjére lépnek, és rájönnek, hogy ők csoportosan. Tehát olyan, nem 10-20, hanem 150-en is vannak ők. Tehát és akkor azt lehet... Akkor baj van. Na akkor tényleg, akkor nem tudsz más csinálni, lelövöd. Hát mit csinálsz? Csak nem azt a könyvet tartod a kezedbe, amit én egyszer személyesen Friderikusz Sándortól kaptam meg. A cigány labirintus, nem tudom, hogy ezt kapta, de meg ezt kaptam, egy gyárakon hozta így kölcsönbe. Ezt ide adta nekem a Friderikusz ezt a könyvet, a műsor után, a Szólásszabadsága, ugye 2005-ben voltam benne, hogy hát ha majd megjavulok. Igazából könyvről nem kell sokat mondani, ez ilyen lapozgató szerepjátékkönyv, ilyen szexárdon születsz, egy ilyen cigánytelepen nősz fel, aztán az államnevel. Nem esznek meg a pakkán. Igazából, hogy tudsz beépülni így a kedves kis... Tehát gyakorlatilag egy propagandakönyv, de nagyon jó, mert így én rabló lettem benne, aztán halálra erőszakoltak a cellámban. Tehát úgy effektív, tehát ez van. Történik, hogy ez rendes ilyen kis cigány gyerek, de ugye persze a hülye magyarok nem fogadnak el, mindenhol gyanúsan méregetnek, okok nincsenek, hogy miért, te ugye nem érted, mert te ártatlan kis cigány vagy, és akkor elmész bűnözni. Tehát arról szól a könyv, hogy szegény cigányok bűnöznek. De a legkedvencebb pontom, leülsz netezni. A net egyszerűen óriási, beírod a kereső programba, hogy cigány és tucatnyi alapítvány címére, és legalább ennyi a fajtát bebörtönzését, kiirtását szorgalmazó törzsasztalra és weblapra bukkansz. Elidőzöl az Irredent a versek az Ezredfordulón című kiadványnál, elolvasod az Öld a cigányt, ahol éred, azzal is a Békét védett című verset. Némi de ez irítség... az én dumám volt. Így van. Basszus, ez a Revenge on Army-ba volt kiírva a falra még a játék elején. Némi irítséggel veszed tudomásul, hogy ezek az oldalak lényegesen több figyelmet szentelnek a nemzet ellen állandó aknamunkát folytató gyökértelen patkány zsidóságnak, mint a szennyes lelkű tolvaj félállat cigányoknak.
törni kezded a fejed, hogy miért, de közben rájön a szükség, és kilopakodsz a folyosóra. Tehát ugye okfejtés ugye nincs, de idézőjel se. Tehát ez így szerepel, hogy... Hát az én felkészültségem az sovány ahhoz, hogy ezt kommentáljam igazából. Hát ez ilyen kis propagandacska. Mondom, nincs idéző. Visszatérve a bácsira, hát most az egyikünk se annyi idős, még a közelébe se vagyunk, de érted azt, hogy dolgozol, és akkor mindegy, etcetera, mindenki ismeri a sztorit, és akkor te költözöl el onnan. Uh-huh. Érted? És az, amiben te benne éltél, az kész. Tehát nem látod ugyanúgy annak a fának az árnyékában már többet a naplementét, meg semmi, hanem kész. Tehát most mit lehet? Szepesi Zsolt előtt le a kalapot, hogy ő monokpolgármestere, mert ez az hát az ajánlat, ő nyilatkozatai azok parádések. Konkrétan életmentő. Mármint pozitív értelemben. Mm-hmm, így van. Jó, hát azért tegyük hozzá, hogy amikor a cigányok, ugye ez még a jobbik eset, hogy csak elüldözik a magyart, ugye meggyilkolni szokták, és ugye nem egyszer volt olyan, hogy amikor úgy gyülekeztek a halotti torra, meg a temetésre annak az idős magyarnak, akit ugye megöltek a cigányok, ezek valahogy a fiatalnak nem mennek neki menni. Tehát én még olyat nem hallottam, hogy falun egy ilyen fiatal, ilyen korunkbelihez mennek be, hogy ott na most elviszük a disznókat, az úgy nem megy. Na szóval mennek, és látják, hogy a cigányok már vágják a gyümölcsfákat ki a kertbe. Így, és kiszólnak, hogy mit csinálnak, és nem az a válasz, hogy ki akartuk vágni, vagy valami, de mit ugatsz bele szemét magyar, ha a következő úgyis te leszel. Igen, és ilyenkor, a normális országban mi történik, kimegy az egész falu, és addig üti, amíg meleg a cigányt. És ez, például Görögországban így működik. A Görögországban nem mehet be a városba a cigány. Ez így nincs leírva, de hogyha bemegy, meglátják a cigányt a városba, egyből megy oda a rendőr, hogy ombre, te mit csinálsz itt tulajdonképpen? És ha nem tud felmutatni valami hivatalos papírt, hogy őt bíróságra idézték, vagy valami, akkor húzás kifelé, beültetik a rendőrautóba, kiviszik a városon kívülre. Mert kis nyugodt. Horvátország, tehát Zágrába el lehet menni ott látni, de Horvátország kifejezett turista övezeteiben szintén nincs. De rendőr se kell, tehát onnantól egy-kettő jár, úgy mutatóban, hogy így néz ki. Egyetlen dologgal egészítsük ki ezt a dolgot szerintem, hogy ott azon a bizonyos felvételen, ami számomra hihetetlen, tehát konkrétan nem is értettem, ilyen skifi volt, hogy belevágták ugye azt, amikor a cigány fiú ott büdös magyarozik. Tehát, hogyha bármelyik körülöttünk élő országban, nem hogy érted Amerikába, vagy valahol, bármelyik körülöttünk, én kimegyek Horvátországba, és büdös horvátozok, hát engem most tatárium jelleggel ott valamelyik srác ilyen a kocsmából, és fejbelő, vagy csinál velem valamit, érted? És ez, tehát ez meg így... De megfigyeld, itt Pesten is lehet látni ilyen cigány suhancokat, így mit tudom, felszáll a metróra, így áll így az ajtóba, így kapaszkodik háttal a tömegnek, és így beszél magába, hát mert egy elmebeteg fogyatékos, és azzal száll le, hogy így visszaszól, hogy na büdös magyarok, és őek így be kellett szólnia így a metróba, tehát ilyen van, csak hát aztán meg lesz rugdosva, hogyha pont én álltam mögötte, de ilyet én nem csináltam sose. A Forward című vezető zsidó magazin arról tudósít, hogy az egykori elnök Jimmy Carter nem mondhatta el a szokásos elnökjelölő beszédet, melyet a korábbi még élő demokrata párti elnökök tehetnek meg. És nem azért, mert meghalt. Ugye Jimmy Carter ugye nem olyan régen írt egy könyvet arról, hogy hát Izrael az bizony hát kicsit hadilábon áll az emberi jogokkal, hogy úgy mondjam, van egy párbeszéde Izraellel az emberi jogokról, és hát a párbeszédben ez volt a válasz, hogy akkor te innentől nem vagy ember. Értitek ezt? Hát meg egy kicsit is tanulmányozta a témát és a zsidók hozzáállását a többi embertípushoz, az ezen abszolút nem is csodálkozik, meg hát nyilván aki velük ellentétes véleményt fogalmaz meg, az ilyen média szempontjából onnantól kezdve nincs. Tehát itt is ugyanez történt. Kedves hallgatóink, önök trivialitásokat hallottak Sziva Balázs előadásában, de más teren nem is lehet mondani, azt hiszem. Igen, körülbelül ennyi. A grúziai válság kellős közepén egy figyelemre méltó megnyilvánulásnak lett tanulja a magyar közvélemény. A budapesti orosz nagykövet egy messze menőleg nem diplomatikus kijelentést tett az ellenzék elnöke Orbán Viktor ellen, mivel kiállt Grúzia mellett. Mondta el Söpflin György, Fidesz MPS az Európai Parlament hétfői ülésén napirend előtti felszólalásában. Az orosz nagykövet, más szóval ezt nem lehet jellemezni, az orosz állam rossz indulatával fenyegette meg a magyar ellenzéket, illetve ezen keresztül a magyar társadalomnak egy jó részét. A kódolt üzenetet nem nehéz megfejteni. Aki a Fideszre szavaz, az az oroszok rosszallásával kell, hogy szembenézzen, fogalmazott a képviselő. Ez egész Európát veszélyezteti, olvasható a képviselő hivatalos oldalán. Ez az Európa állandóan veszélyben van. Csúnya, nem? De mondjuk Trianon után mit lehet erre mondani igazából? Nekem csak ez forog előttem, mint az előző írnél. Nekem mindig ilyen apró dolgok lebegnek a szemem előtt, mint az előző írnél, hogy én ilyenkor dózereket látok,
igazából sok dózert, akik házakat dózerolnak el, és most is tulajdonképpen azt látom magam előtt, hogy hát nem értem, hogy biztos van valami oka ennek, mert mindennek van valami oka, de hogy... Az egész úgy kezdődött, hogy a Fidesz az beközölte, hogy az oroszoknak ennyi-ennyi, hogy Grúziába bementek, meg ennyi-ennyi, hogy ott megszólaltak, meg egyébként is ennyi-ennyi, mert hát ugye már említettük, hogy a Fidesz az mostanában hova tartozik, és erre az oroszok megmondták, hogy anyát picsálja, ki vagy te itt. Körülbelül ez volt a válasznak a lényeg a diplomáciáról emberi nyelvre fordítva, és most ezzel hőzünk az Orbán Viktor, hogy hát mi az? Mi az, hogy a Putyin nekem beszól? Hát tudja, hogy ki vagyok én? Igen, tudja, azért szólt be. Annak a Fidesznek az elnöke, amely nem győzöm elégszer elmondani, a szélsőséges izraeli Likud párt testvérpártja. Ami azért nem kis dolog. Tehát a Likud az nem úgy, hogy kicsit, nem, az egy szélsőséges szarszemét zsidó-rasszista párt. Uh-huh. Testvérpárt. Dajs Tamásról hallottatok? Vagy beszéljünk róla egyáltalán? Most vagyok vele perben, kíváncsi vagyok, hogy kiadják-e. Rágalmazásért feljelentettem, be is fogadta a bíróság, de hát úgyse fogják kiadni, mert hát neki mentelmi joga van. Ugye most a Playboynak adott egy interjút, mert hova nyilatkozom egy komoly politikus, nem tudom, Morvai Krisztina mondjuk kibírta eddig, hogy levetkőzzön nekik, remélem, mert nem kerül sor. Nem azért, mert Krisztinával gond van, tehát így... szóval ez egy ilyen érdekes, hogy a Dajs Tamás ott úgy megnyilatkozott, hogy hát igen, én halomra kúrtam az összes nőt, van vagy 15 törvénytelen gyerekem, és egyébként meg így kurva jó fej vagyok. Mondom, jó, és akkor miben különbözöl a fekete pákótól? Ugye, hát hihetetlen. Hát talán annyira nem szívta szét az agyát. Hát, a pákó már mint. A pákó az igen. Tehát az alapból ilyen. Ez tisztább. A különbség. Hát a Dajcs az meg... Nem tudom, hogyha a Dajcs ülne itt, akkor azt hiszem nem arra kérném, hogy lengesse a karját, hanem nem tudom, lehet, hogy nem is kérném semmire. Tehát, nem tudom, az utóbbi 20-valány évnek a... Tiszta 10 percet kérnek tőle, amikor nincs semmi hatása alatt. Meséltem neked azt a történetet, vagy nem tudom, volt-e ez már a rádióban, mert úgy szeretek pletyózni. Ugye ezt sokan tudják, hogy én krisnás vagyok. Régen a Hare Krishna egyháznak a temploma, az a Mária Remetei úton volt a Hűvösvölgybe. De ez egy ilyen elég jó kis villa környék. Egyébként egy ilyen nagy családi házat vettek meg, azt csinálták meg asramnak. És egyik éjszaka arra ébredtek így az ott lakó szerzetesek, hogy óriási nagy szirénázás, üvöltözés, rohangálás, kinéznek, hát háború van kint. Na nem a tévéostromot helyezték ki, hanem a szemközt levő villát, amiről annyit tudtak, hogy valami ukrán üzletemberek bérelik, így megrohanták a kommandósok, de nem kevesen. És hát percek alatt ott hozták ki az embereket össze-vissza bilincselve, fejükön zsákkal, mindent tuszkolták be őket a rabóba, és hát jó, hát mindenki kiállt nézte. Egyszer csak jött egy ilyen nagy fekete limuzin, kiszálltak belőle ilyen öltönyös emberkék, besétáltak, kihoztak egy újabb embert, aki szintén ilyen öltöny volt, annak is zsák volt a fején, de az nem volt megbilincselve, és csak így óvatosan így vezetgették, hogy jaj, meg ne botoljon a lépcsőn, vagy valami. És így beültették a kocsiba, és el. És így kérdezték ott a rendőröket, hogy ez ki volt. És így mondja az egyik rendőr, hogy az a Dajcs Tamás. És mi volt bent egyébként? Hát valami kokainos buli. És akkor hogy hozták így a 10-12 éves kislányokat így hiányos öltözékbe, akiket úgy jó pénzért vettek, és eltök ott tartották őket fogságba, meg egy-két kisfiút is. Hát nem tudom. Én annyit tudok erről elmondani, hogy a baknáknak szigorúan tiltja a vallásuk az, hogy hazudjanak. És ezek mégis csak szerzetesek. Dragon 64 egyébként ezt viszont látta, hogy ugye a Dajcs az hogy került be így a nagy... Azt mesélte is már itt adásba. Te mesélted, de hát ismétlés a tudás. Nem látja a fától az erdőt, hogy... Mint szart a palánka. Igen, a... Nem tudom, hol volt az a tüntetés? Prágában. De prágai. A prágai tavasz idején, mikor ugye a Dajcsék arra voltak dekurva büszkék, hogy őket is jó elpicsázták a Vencel téren, és hát meg le is tartóztatták, és két nap után ki lettek utasítva Csehszlovákiából, és ennek annyi az igazság tartalma, hogy ott ők ültek valami kávézónak a teraszán, ahol történetesen a Dragon is ott ült néhány barátjával. Igen. Akkor még nem tudták, hogy kicsoda, tehát annyit látnak, hogy beszél egy ilyen csajjal ez a hát nem, annyit, nem, egy szép annyi, nem egy csajjal beszéltek, hanem magyarul ott beszélgettek a Kövér László, meg a Dajcs, meg ezek voltak ott, és ezek is magyarok. Ott beszélgettek, azt így nézték, hogy ott ütik az embereket. Nem volt ez olyan nagy balhé egyébként, mint ahogy mesélik, tehát ez nem úgy nézett ki, hogy mindenkit szanaszél, csak ezt a két-három hőzöngöt elvitték. És valami cseh csajokat így dobáltak be a rabomobilba, hogy titeket elvisz, ilyen tizenéves diáklányokat. A Dajcs az egyszerűen csak fölpattant, és elkezdett kiabálni oroszul, hogy velünk vannak, és beült melléjük. És nézett egyet a csehszlovák rendőr, jó, és akkor rájuk csukta, de így lettek ők letartóztatva. Gyakorlatilag ő kért, hogy őt is vigyék el, tehát hogy ő sorba állt. Ugye nem, hát sose állt, hát nem, tényleg. Úgyhogy egyébként ez így, legalábbis a szemtanú szerint ez így történt. És miért ne neki hinnénk, mint egy politikusnak, hát akkor inkább már. Úgyhogy egy ilyen kis érdekes ember. Jó, hát ugye az meg legendás politikai körökben, hogy mindenfele tartozik egy-egy nyalással, mert annyian hallgatják már, hogy ugye milyen drogokat nyom meg mennyit. Szerencsétlen már nem bír magával, és mindenhova tartozik egy kicsivel, és ezért őt szorongatják leginkább minden oldalról.
Zsebrevágott kezű sportminiszter úr. Mondjuk az is legendás, amikor hatalomra kerültek 98-ba, akkor az Orbánnak kiürítettek egy nagyobb termet a parlamentbe, és ott rendeztek foci meccset. Mert ez úgy kellett. Hétfőtől már nem vágnak több hízott libát és kacsát a Szentesi Hungeritnél. Egy állatvédő alapítvány kampánya óta nem rendelnek a külföldi kereskedők a cég termékeiből, így fokozatosan 200 embert kell elküldeni a baromfi feldolgozóból. A bécsi székhelyű Négy Mancs alapítvány egy videófilmmel indított kampányt a cég ellen. Fekete listára tette a baromfi feldolgozót, és több külföldi áruházláncnál is elérte, hogy ne rendeljenek a gyár termékeiből a feldolgozás kegyetlen eljárása miatt. Magyar József, a Hungerit ZRT vezérigazgatója azt mondta, hogy a lejárató kampány éves szinte 8 milliárd forintos árbevétel kiesést okoz a Szentesi cégnél. Magyar József egy hasonlattal élt. Ha azt veszem, az osztrigát eleve élve eszik meg, a rákot élve teszik a forró vízbe, a ló húzza a versenykocsit. Ezek nem állatkínzások? Tehát körülbelül annyi stressznek van egy tömő állat kitéve, mint az elmondott előbbi állatok. Európán belül Franciaországban és Bulgáriában is tömik a kacsákat és a libákat. A vezérigazgató azt mondja, a francia cégeket azért nem merik az állatvédők megtámadni, mert ott törvény tiltja, hogy az 50 évnél régebbi tradíciókkal rendelkező termeléseket megszüntessék. Ilyen törvény azonban nem védi a magyar árukat. A vezérigazgató azt mondta, hogy hétfőtől nem vágnak hízott állatokat, ezzel teljesítették a Négy Mancs alapítvány követeléseit. Roppant érdekes történet ez, mert ugye a mérleg egyik serpenyőjében valóban az van, hogy megszűnik egy magyar cég, 200 ember utcára kerül, és ugye ennyi meg ennyi pénz árbevétel kies, és másik irányból viszont a heves zsidózás közepette is vegyük észre, és ez az én véleményemnek lehet ellenmondani nekem ez, hogy itt valóban egy állatkínzás folyik. Tehát azért tudjuk, hogy a nagyipari állattenyésztés az milyen körülmények között tartja az állatokat, tömés ide vagy oda egyébként. Tehát ebbe is igaza van azért a vezérigazgatónak, hogy a Négy Mancs alapítvány nyugodtan tiltakozhatna akármelyik véletlenszerűen kiválasztott hústermelőnél, meg eleve ugye a húsevésnél elítélem. Tehát ez nem súlyosabb annál, mint például az, amit mondjuk az amerikai sertés tenyésztő cégek csinálnak, hogy egy négyzetméterre négy állatot beraknak. Nem csak Amerikában megy ez, de ugye most ezt hoztam példának. És azért, hogy ne törjön ki járvány, folyamatosan vakcinázzák őket. Egyre erősebb vakcinákkal, ez kb. Már 50 éve megy, a profit maximalizálás. És többek között ennek köszönhetjük a mindenféle járványokat, mint például a madárinfluenza, mondjuk az pont nem a sertésektől jött. A madárinfluenza terjedése annak köszönhető, hogy egyre erősebbek a mindenféle vírusok és baktériumok, folyamatosan vakcinázzák az állatokat. Előbb-utóbb olyan erős vakcinákra lesz szükség, amit az állat nem bír ki, de az ember se, a baktérium viszont röhögve, úgyhogy akkor majd lesz egy kurva nagy járvány. Egyébként röhely, hogy egy olyan hízott mája ennek az állatnak mi? Hát egy beteg máj. Hát, hogy addig tömik, amíg már nem tud vele mit kezdeni. Ez olyan, mint egy alkoholistának a mája nagyjából. Itatják is őket egyébként. Ez a máj, ez tönkre megy, de nagy. Kegyetlen. Tehát igazából most persze ezt csinálják a rákkal is, de nekem az se tetszik. Igen, ez egy ilyen érdekes dolog, hogy azt mondják, hogy de a másik is. Hát ezt még a bíróság se fogadja el. Most itt azért az utóbbi időben erősen hallgatóvá van zsálódtunk. Nyugodtan mondjatok egy mondatot. Igazából, még most bocsánattal se jön ki semmi belőlem ezzel kapcsolatban. Hát de igazunk van, vagy nincs? Hát ez csak azt jelenti szerintem, hogy nagyjából legalábbis ebben a témában megfogalmaztátok az én véleményemet is, mert itt tradíció, ide vagy oda, ezt azért el kell ismerni, hogy ez nyilvánvalóan állatkínzás, még annak ellenére is, hogy ahogy mondtad, tehát az összes ilyen csirkekeltető üzemekben mindenhol adott, és ugyanak kriminális állapotok vannak. Tehát ez mondjuk ez egy kiragadott példa, de gyakorlatilag az a hústermelésben ez van sajnos a legtöbb helyen. Igen, a tradíciónál, ha már itt tartunk, például a bikaviadal is az, meg mondjuk a kakasütés, ami ellen Brigitte Bardot tiltakozott. Azért van ez az érdekesség ebbe a hírbe, hogy Franciaországban tiltja a törvény, hogy az 50 évnél régebbi termeléseket megszüntessék. Tehát ez azt jelenti valószínűleg, hogy akkor is támogatják a veszteséges. Tehát például képzeljük meg, hogy megszűnne a konyak. Lehet, hogy a konyakgyártás már 30 éve nem nyereséges, de nyomatják. Mert az a miénk. De ez hát milyen? Most nézzük meg, hogy a magyar pálinkával mit csináltak. Tehát ez meg nyilván ugye visszanyalt a fagyimeret. Ami a magyar pálinkával történt, azért azt gondolom, hogy az is egy tiprása. Igen, de attól még termelnénk mi pálinkát, hogy a nevet nem ismerik el. Viszont mit szólsz a szőlőültetvények felszámolásához? Tehát 1000 éve szőlő termelő vidékeken ki kell vágni a szőlőt, ez nem azt jelenti, hogy a jövő héten visszaültetjük, mert ez nem Borsó. Tehát gondoljunk bele, a Gellért hegyen például, a Gellért hegy azért népesült be,
mert az valaha egy kiváló szőlőtermelő vidék volt, világhírű, tehát tokai borral majd, hogy a megyenértékű volt a Gellért-hegyi bor, csak hogy kitört egy járvány az 1870-es években, jól emlékszem, az egész kipusztult, és azóta ott nem terem meg. Mert nem lehet visszaütni. Már hogy te még nem éltél akkor, mint a hegylakó. Nem, tehát, hogy nem, de hogyha elindulsz fölfelé a Gellért fürdő mögött, a hegyalja úton van egy emlékoszlop, Szent Vince emlékoszlop, és oda ki van írva ez az egész történet, hogy na ezért nincs itt többet szőlő. Na most a legszomorúbb az egész történetben, és most ilyenkor jut mindig eszem, hogy én már tehát annyira hozzászoksz ezekhez a hírekhez, hogy a saját dolgainkat intézzük már, mint mi itt Magyarországon, hogy tényleg már csak ülök, és így az egyik fülemembe és a másikon ki, mert hogy most mit tudsz ezzel te kezdeni? Nem tudom. Zenéljünk egyet, aztán megköszönjük. Várjál, még egy dolog, említetted a madárinfluenzát. Ja. Ugye milyen veszélyes betegség, és valahogy pont a kezembe került a Zöld Újság nevű egyébként általam ajánlott magazin. 2005, ez a Zöld Pártnak alapja egyébként. 2005 decemberi száma, amiben van egy... Csak a bevezető egy kis érdekesség a madárinfluenzával, akkor volt ez nagy 2005 vége fele. A Földön 6 milliárd ember él. Az elmúlt 10 évben 61 fő halt meg madárinfluenzában. Ez évente 6,1 elhalálozás a 6 milliárdból. Ez nagyjából azt jelenti, hogy évente minden 1 milliárd emberből egy fő hal meg a madárinfluenza miatt. Magyarországon 10 millió ember él. A 10 millióból évente 4000 fő hal meg kórházi fertőzés miatt, tehát nem abban a betegségben, amiért kórházba került, hanem azért, mert a kórházakban a nem megfelelő higiéniás állapotok miatt fertőzést kapott, és ez okozta halálát. A dohányzás miatt ma naponta 77-en halnak meg hazánkban. A rák miatt több mint 100-an, szívinfarktus és egyéb szív- és érrendszeri betegségek esetén szintén 100-nál többen. És anélkül, hogy matematikáznánk, a cikk egyébként arról szól, hogy kiknek érheti meg a madárinfluenza lobby, illetve az, hogy a madárinfluenzát az előtérben nyomjuk és veszélyesnek állítjuk be, amikor lehetne beszélni a rákról, lehetne beszélni sok más dologról. Mondom, a cikk az tanulságos. Illetve még egy dolog, hogy a Földön több mint 300 millió házi szárnyas töltek meg ebben az időszakban. Na most a beteg állat húsában 70 fok feletti evítés, ütés-főzés hatására elpusztul a madárinfluenza kórokozója. Tehát kinek volt érdeke kivonni a táplálékláncból több száz millió baromfit? De erről szól a cikk. És hányan haltak meg a koncentrációs táborokba? Zenéljünk. Csehszlovákia 40 évvel ezelőtti szovjet lerohanására emlékezett napirend előtti felszólalásában Szájer József az Európai Parlamentben. 40 esztendeje annak, hogy a Varsói Szerződés csapatai lerohanták Csehszlovákiát, és megdöntötték a kommunista diktatúra demokratikus átalakítását célul kitűző kormányt, olvasható Szájer József fideszes európai parlamenti képviselő nyilatkozatában. A műveletben sajnos a szocialista Magyarország is szégyenteljes szerepet vállalt, együtt a többi szovjet csatlós állammal így szolgálva Moszkva nyers birodalmi önkényét. Ezért megkövetjük a szlovák és a cseh népet, teszi hozzá. Kapcsolódó hírünk. Edvard Benesre emlékezett szerdán Csehország politikai vezetése a magyar gyűlölő volt csehszlovák elnök halálának 60. évfordulóján. Sezimovo Ustiban, Benes egykori villájának helyszínén. Václav Klaus cseh elnök nagyszerű államférfinak nevezte Benest, aki mindig a függetlenség és szabadság védelmére törekedett, és akinek két évtizeden át sikerült is biztosítani az ország szuverenitását. Mirek Topolánek cseh kormányfő ugyancsak méltatta az egykori államfőt és hangsúlyozta, Benes mindig egy cél tartott szem előtt, mégpedig Csehszlovákiának és a csehszlovák állampolgárok biztonságának a garantálását. Ez igaz is. Valahol igen. Most erre mit mondjunk? Tehát mi meg így nyaljuk a següket. Jaj, bocs, ne, bocs, már hogy bementünk oda tankokkal. Igen. Jó, hát igen, tehát... Próbáltuk volna azt mondani, hogy nem megyünk. Mellesleg. Most én csak annyit szeretnék mondani ez, hogy az én édesapám Rimaszombaton született, és így a mondatom körülbelül így eddig tart. Tehát én azért tudom, hogy mi fánterem ez az ügylet, ami ott folyt így a magyarokkal első kézből. Úgyhogy... Hát igen. A Bombagyár Filmklubnak egyébként, aminek most egy kis föltámadását tervezzük, sőt, egyébként szeretnénk a jövőben gyártani DVD-ket, mert most jöttünk rá, hogy miért is tudunk. Mindjárt is rátérek. Tehát a Bombagyár Filmklubban lesz rövidesen egy film, amit egy felvidéki rendező készített pont erről a témáról, a Benes dekrétumok kapcsán kialakult apró kis játékokról, hogy nevezzük így eufemikusan, így jó 60 évvel később. Talán ezt kéne levetíteni Václav Klausnak. Direkt így mondtam a nevét, mert neki biztos rosszabb. Hát a kínaiak onnan azért meríthettek. Hát lehetséges, lehetséges, igen. Bár nem tudom, látta-e valaki a 7 év Tibetben című filmet, hogyha már Tibetről van szó. Alapmű,
Igen. Nagyon helyes, mindenki nézze meg, aki még nem nézte. Egyébként az ilyen 500 forintos polcon találjátok meg az ilyen média martokban, meg ilyenek. Általában az ilyen filmeket. Általában jó filmek ott vannak, igen. Az ukrán nacionalista 10 parancsolatának felsorolásával, himnuszának eléneklésével és imájának elmondásával kezdődött hétfőn az új tanév Ivano-Frankivsk megyében, amelynek iskolái felső utasításra az első tanórát Stepan Bandera, az ukrán nacionalizmus vezéralakja emlékének szentelték. Az iskolásoknak az első órán megtanítják és kinyomtatva szétosztják az ukrán nacionalista 12 jellemvonását, köztük azt, hogy gyűlöli a nemzet ellenségeit és kíméletlen harcot folytat ellenük, sem kérésre, sem fenyegetésre, sem pedig kínzás hatására, de még élete árán sem árulja el a titkot. Küzd az ukrán állam erejének, dicsőségének növeléséért, vagyonának és területének gyarapításáért. Nem csak megőrzés, gyarapítás. Hát, szóval először végig kéne venni akkor most a kisrácokon, meg a kislányokon, bocsánat. És magára szakítja a polcot, közbe fogunk, ha csak kommentálom. És megnézni, hogy mondjuk hányan tudják egyáltalán itt nálunk jelen pillanatban himnusznak a szövegét, vagy hogy akkor miről szól. Aki nem tudja, kap Király Linda díjat. Így van, az egy Király Linda díjat bezsebelt. Hát gondolod, hogyha ennek a vonalnak mondjuk csak a 10%-át valaki megpróbálná egyáltalán. Hát igen. Hát ne viccelj, hát örökre eltiltanák mindenféle pedagógusi jellegű dologtól, illetve hát mit tudom én, modellező szakkörön lehet, hogy valaki így elrejtve egy-egy ilyen mondatba utalhat arra, hogy ő nemzeti érzelmű, de nagyjából így ez az, amiben... Nem trendi. De mondjuk, bocsánat, most ki kell javítanom magam, mert ismerek így közvetve egy-két történelem tanárt, akik nagyon komolyan osztják a dolgot, de hát... Hát na, hát most mondjuk azt, hogy az ukránok azért... Jó, csak itt felső utasítás volt, és egyébként ez nem új keletű náluk, tehát a múlt évben is az első óra egy nyugat-ukrajnai nacionalistának szentelődött, ő volt Román Suhevics, úgyhogy nem most kezdték. Hát de hogyha már az oktatás, bocsánat, hogyha már az oktatásnál tartunk, nyilván én mondjuk világéletemben ötös voltam történelemből, és aztán amikor rá kellett jönnem ahhoz, hogy én miből voltam ötös, akkor az azért egy elég érdekes élmény, viszonylag húzamosabb ideig. Igen, történelem ötös az ilyen vezérbirka díj Magyarországon. Hát igen, igen, és aztán szépen rájöttem, hogy én miből voltam ötös, és hát már csak ennek a megélése is óriási botrány, nem az, hogy valami ilyen pozitív dolog felé terelnék a gyerekeket. Hát barátnőm emelt történelemből érettségizett, hát kacagtam. Tehát kacagtam. És ez azért ilyen embereket bántja. Tehát ugye éppen a mi oldalunkon vettem észre, hogy amellett, hogy ugye szeret egyetemre járni, szeretne főiskolára járni, készül az érettségére, amellett meg ugye azt látja, hogy egyébként minden átverés. Tehát lufi. És akikhez oda fog menni az egyetemre, azok, na, sok esetben, hogyha ki fogsz egy szerencsés kart vagy szakot, akkor azért nem, de... De a hírben hogy volt, hogy ezek általános iskolás? Igen. Hát erről van, tehát tulajdonképpen számomra ez a lényeg, hogy ezek 6 éves lurkók. Pontosabban ugye most innen azt mondjuk, hogy agymosás, ott meg ez egy nemzeti öntudat nevelése, tehát... De 6 éves látszok, ezt kapják, és hát itt a 6 éveseket leginkább a Happy Meal menünek az ajándéka érdekli, és ehhez meg is kapnak minden táptalajt. Azért meg High School Musical. És azért mondjuk el azt is, hogy ki volt Stepan Bandera, mert ő azért nem egy Petőfi Sándor kaliberű emberke volt. Ugye nálunk egyáltalán nemzeti hősről a 19. század után beszélni is tilos. Tehát Horthy Miklós az bűnöző, szerencsétlen. Most a koronaviközi hősök közül, aki 3-at föl tud sorolni, az már kiemelt történelmi érettségén is megbukik. Szóval Stepan Bandera egy ukrán nacionalista vezető volt. Ő Ausztria-Magyarországon született 1909-ben, hát akkor még ide tartoztak, Kárpátalján. Őt aztán lengyel fennhatóság alá kerültek, 35-ben halálra ítélték a Bronislav Piercsaszki lengyel belügyminiszter meggyilkolásáért, lehet, hogy a hülye neve miatt lőtte le. Ezt életfogytiglani börtönre választották. 39-ben az oroszok szabadon engedték őt a börtönből, a lvovi börtönből. 1941-ben, amikor a Németország megtámadja a Szovjetuniót, az önálló ukrán állam kormányának lett a tagja. Most itt valószínűleg nem annyira vált be, mert utána az Sachsenhausi koncentrációs táborba került.
Itt egyébként ő egy ilyen VIP rab volt, így együtt raboskodott például Leon Blummal, a francia miniszterelnökkel és hasonlókkal. Neki lehetett csomagot küldeni, meg fogadni, sőt, még politikai tevékenységet is kifejthetett. Tehát lehetővé tették neki a németek, hogy találkozgasson így a ukrán ellenállókkal. 44-ben szabadon is engedték. És ekkor átvette... Így a koncentrációs támad. Borzasztó, tehát egy újabb áldozat. Átvette az ukrán ellenálló hadseregnek az irányítását. Na most erről a hadseregről azt kell tudni, hogy korábban és később is tömeggyilkosságokat követett el. Etnikai tisztogatást hajtott végre Volhíniában, ahol lengyeleket, több százezer lengyel gyilkoltak meg. Háború után ez a csodálatos ember Nyugat-Németországba menekült, és 59-ben a KGB gyilkolta meg Münchenben, ami egyébként elég gyakori vége volt az ilyen ukrán ellenállóknak, már háború előtt is. Lényegében háború folyt az oroszok meg az ukránok között mindig is. Tehát egy ilyen hősük van nekik. Hát most ha ez nekik jó, hát Istenem, most ebben nem akarunk beleszólni. De tudunk-e ilyen hősökről, már nem tömeggyilkosról, hanem az, aki tényleg ennyire kiáltott, például tudjuk, hogy ki volt Madersbach Viktor. Hát ugye mi tudjuk, mert mi azért ülünk itt, de azt tudjátok-e például, hogy Madersbach Viktorról nemhogy nem tanítanak, még a Wikipédián sincs róla szócik. Na jó, hát a Wikipédiáról tudnék mesélni én is. Jó, hát mi is tudnánk, persze szoktunk is mesélni róla. Ugye Madersbach Viktor volt az, aki 1916-ban vállalta, hogy megszervezi, hát nem vállalta, meg is szervezte a román megszállók elleni magyar ellenállásban. És úgy elég jól el is répázta az oláokat, írt is róla könyvet később, lényegben a Fekete-tengerig kergette őket, ugye innen jött a címe is a könyvének, amit ír, az oláok vérnyomában a Fekete-tengerig. Hát ilyen nemzeti könyvesboltokban talán még hozzáférhető. Egyébként egy mérnök ember volt. Egy mondatot szeretnék ez, mert ugye a Csehországban élő magyarok, a Szlovákiában élő magyarok, vagy az erdélyi magyarok, azok itt sűrűn megfordulnak ilyen témákban, de az Ukrajnában élő magyarokat az szinte sose lehet hallani, és tényleg csak ilyen egy mondat jellegű, hogy nekem volt ilyen élményem, hogy egyszer volt szerencsém fellépni egy elég nagy fesztiválon Ukrajnában, magyar lakta területen, és mondjuk az tényleg csak személyes élmény, hogy mindenki olyan hozzáállással élte át azt a koncertet, hogy az egy maradandó élmény volt, de hogy ott ugyanazt éreztem, mint bizonyos erdélyi ismerőseimnél, hogy ott egy olyan magyar közösségbe csöppentem bele, Ukrajna határát átlépve, hogy az egyszerűen leengedő volt legalábbis számomra. Nekem az a benyomásom egyébként, hogy talán még a Kárpátalja az egyetlen olyan ország, ahol az ott élő magyarokat úgy, ahogy béké hagyják. Tehát nem verik agyon őket, nem nézik ki őket. Most én annyira nem jártam ott, de javítson ki valaki, hogyha tévedek, mert hát nagyon kevesen is vannak a magyarok, tehát lehet, hogy ezért is, tehát nem az ottani, hogy mondjam, a helyiek, azok nem tekintik őket ellenségnek, úgy, mint mondjuk a szerbek, mert tudják, hogy többen vannak, vagy nagyon sokan vannak legalábbis. Így van, ráadásul jártam ott többször. Ott ugye hosszú ideig azért az ukránok el voltak foglalva az oroszokkal való csatározásokkal, tehát igazából ugye nem nagyon volt tényező ez a magyar kisebbség egyrészt, másrészt ugye azt se felejtsük el, hogy mondjuk ott Beregszász járásban, mondjuk ez kérdés milyen szempontból jó vagy nem jó, de minden esetre egy elég erősen és összetartóan működő magyar alvilág is van. Tehát ezért sem nagyon... Arról meséltünk őket. Már, igen. Ez a másik. A harmadik meg az, ami erről eszembe jutott, hogy mindez igazából csak egy ilyen érdekes kis hír lenne nekünk, hogyha annak idején, hogy az Antal kormány kicsit nem is nagyon kellett volna tennie semmit, mert ugye az ukránok felajánlották, hogy ők visszaadják Kárpátalját. Volt is egy népszavazás egyébként erről, aminek nagyon érdekes eredménye született, ez 91-ben volt, ha jól emlékszem, ahol ugye javarészt nyilván hát az etnikai területek határáról volt szó, tehát hogy azt a részt visszaadnák, hogy a magyarok és ruszinok élnek, ami azt jelentette, hogy a népszavazáson 91%-os eredménnyel, hát első lépésben ugye arról volt szó, hogy ők egy autonóm terület lesznek, és ez 91-ben történt. 91%-os eredményt hozott ki, hogy ők szeretnének Ukrajnától különválni. Erre rá 2 vagy 3 héttel pedig a akkori magyar kormány megkötötte az ukrán-magyar alapszerződést. Hát erre azt hiszem, hogy erre mondják azt, hogy no comment. És az meg a másik fele, hogy igazából ez a hazai sajtóban meg se jelent, hogy ott volt egy népszavazás, aminek ráadásul ilyen eredménye volt. És mindez 91. De azóta ezt már történelemkönyvbe kellene tanítani. Az egy dolog, csak gondolj bele, hogy az még egy magát nemzeti kormánynak nevező
MDF kormány volt akkor 91-ben. Jó, hát ugye... az Antal, mint nemzeti. Az a baj, hogy ezeknek a zsidó gyökerű, meg szabadkönyves gyökerű, ilyen liberál bolsevik, mit tudom én, minek nevezem, tehát Nagy Imre ivadékai, fogadjuk így össze. Tehát ezek a Nagy Imre ivadékoknak van egy nagyon-nagyon homályos elképzelésük arról, hogy mit jelent az, hogy haza, meg hazafiság. Ők úgy gondolják, hogy az azt jelenti, hogy ők vezetik ezt a területet. Tehát ők ennek a részlegnek a főnökei a nagy gépezetbe. Nem, hát nem az a lényege. Az, hogy ez a részleg a miénk, és mindent megteszünk ezért, akkor is, ha a másiknak rossz, mert ami a miénk, azt tessék visszaadni. Ezt el kell nekik magyarázni. És az a baj, hogy erre alapul az egész politika, jobb és úgynevezett baloldalon, de nem csak úgynevezett, mert ugye ezt már tisztáztuk, hogy ez az egész jobb és baloldal cirkusz, ez a felvilágosodásnak, meg a nagy francia forradalomnak a terminológiája. Tehát ezért pongyol a megfogalmazás az, amikor nemzeti radikálisokat jobboldalinak, meg szélső jobboldalinak nevezik. Ők nem tudják a saját terminológiájukba behelyettesíteni azt, amit mi képviselünk, mert nekik ez kívül esik az egész látómezőjükön, ami mi vagyunk, mert mi még ezt a nagy francia forradalom előtti időt próbáljuk visszaállítani. Nem azt jelenti, hogy visszamegyünk persze a lovaskocsihoz, hanem azt jelenti, hogy azokat a morális elveket szeretnénk vallani ismét, ami akkor már működött. Na, megint elmondtam a trivialitásokat. Egy héten belül 4 rágógumi automata is eltűnt Pécsről. A rendőrök egy egyszerű, de a gyakorlatban meglehetősen hasznosnak bizonyult módszerrel kapták el a vértetteseket, minden gyanúsnak tetsző rágózót igazoltattak, míg nem ráakadtak azokra, akik valóban ellopták a szerkezeteket. Találós kérdés. Ezt én? De találós kérdés, mitől lesz gyanús egy rágózó? Hát mondjuk én most néztem baseball közvetítést egy amerikai csatornán tök véletlenül délután, azok gyanúsan rágóznak, de... Nem hiszem, hogy odáig vitték, de el is kapták őket. 5 ember köztük egy 37 éves családanya. Hála, nem tudom, még kell kiemelni, hogy ez is. Tehát az nem ember. 5 ember, vagy mit tudom én. Szóval ez egy ilyen érdekes történet, tehát kik azok, akik elmennek csoportosan lopni, és utána nagyon látszik rajtuk, hogy na, ők ilyet nem szoktak csinálni, és most csinálnak. Ugye, mert mondjuk nem szotyoláztak aznap. Na hát ez a megfejtéseket ne küldjétek. Fia, tényleg annyira megkökkent, hogy most amúgy mindenki azt gondolta szerintem, hogy erre mindenki rávág valamit, de hát de nem. De ez a durva, hogy működött. Tehát... Vagy inkább azt hittük, hogy ez egy vicc. Igen. Mert nagyon igen. Olyan. Igen. Hát ez, igen. Igen, tehát rágógumi automatákat, hát jó. Hát ez azért előre vetíti, hogy egy ilyen aspektusa is vár ránk a jövőnek. Hogy ellopják a rágóautomatát? Hát hajjaj meg... Hát ez nem a jövő, hát ez már mióta megy. Nem csak az, hát gondolom ezek nem voltak leláncolva. Hát gondolom ezek a kis, mindenki ismeri, milyen éjjel-nappali boltok ajtajában szokott állni ezek a kis könnyű műanyag szarok, így bedobod a pénzt, megtekered a karikát, és így kijön egy ilyen vacak. Abba van rágógumi. Gondolom valami ilyen szerkezet lehetett, és ezeket úgy, ahogy van, ellopták. Zseniálisak. Ne fulladj már meg! Később van vége a műsornak, még van egy hírünk. Addig is kikapcsoltam magam. Jaj, terroristák dolgozhatnak a hatóságok szerint a Móriczka című humorlapnál. Legalábbis erre utal az, hogy alap egyik képregénye miatt indult nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Na már! Na, terroristákra szakosod. Na most szakosodott osztályán folytatják. Mindenki ismeri a hírt igazából szerintem, és tudjátok, hogy ezzel mekkora reklámot csináltak ezzel. Tudom, ennek mi az is egész megvettük. Ügynek, és azóta mind, tehát ez is egy olyan öngól. De várjál, a legnagyobb öngól az most van, mert ezt most olvastam, most, hogy kimentem a Balázs elé az Oktogonra, és akkor néztem ott egy Netcafébe a híreket, hogy megszüntették a nyomozást, Nemzeti Nyomozóiroda megszüntette, a Szili Katalin őrjöng. Hogy ő további lépéseket tesz. Mit? Hova? Hát a lépcsőn essél le, azt jó van, ott egy lépést tessék. De ez a tücsök hangja példa, én mondjuk kecskeméti vagyok, de ez annyira ilyen, tehát beleívó, ez a tücsök hangja ügy, ez nagyon beleívódott most az ilyen nem tudom, az ilyen köznyelvi ügyekbe, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon mellé lőttek. De ez a szép az igazából, hogy ez a tücsök és hangya mese, ez már több éve megy az interneten, sőt szerintem ez már az internet előtti időkben a BBS-eken is megjelent, hát ez a La Fontaine átirat a cigányokról. És az elég, az még keményebb is volt, mint a rajzfilm, vagy képregény. Blogin elment a klotyóba megfulladni, de kivitte a mikrofon, ne aggódjatok, hallani fogjátok. Vagy ne, nem, már messze van, már nem veszi a jelet. Hát ha nincs más mondani valónk, akkor ez volt a Bombagyárt 41. adása. A Blogin, na, szeretettel, kegyelettel emlékezünk, már a villany is elment a WC-be. Visszajött elköszönni még. Visszajöttél? Úristen, könnyezik. Nem, eddig beteg voltam, és ez már így a végvonaglás. De most nem vagyok beteg, tehát amikor már jössz ki belőle, de annan költ. De mi lenne, ha visszavennéd a mikrofon, mielőtt megszólasz? Ezt majd kivágod.
Nem, dehogy vágom ki, hülye vagyok, nem érek rá ilyenekre. Mondjuk az igaz. Na szóval, akinek tetszett a műsor, meg az eddigiek, az most már a tomcatpolo.hu-ról megrendelheti a Bombagyár DVD-t, az első 37, ami 40 adásunkkal, illetve meg lehet majd venni Sziva Balázs könyvét, a 15 év nemzeti rock címűt, illetve neked is van új albumod, vagy most hülyeségeket beszélek? Mindegy, vegyetek meg a régit, ha nincs. Igen, vegyétek. Lehet venni mindenfélét. Bloginak meg küldjetek koderitet, mert nagyon köhög szegény. Jó, most már nem. Na, legyetek jó. Szebb jövőt, sziasztok. 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 A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofon. Szebb jövőt.